mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Van egy oldal, ami a virtuális bakancs listát elemzi, és a virtuális bakancs listádat írhatod föl, és ez nekünk most egy nagyon jó kutatási alap lehet. Ez az oldal arról szól, hogy mindenki ugye álmodozik valamiről, és állítólagosan a meg nem élt, ki nem élt, ki nem mondott vágyak, azok a tudat és a tudattalan, tudat alatti megrontói. Tehát tönkreteszi a szervezetedet, rombolja az egészségedet, tönkreteszi az immunrendszeredet. Ha van egy csomó dolog, amit te nem mondasz ki, nem élsz meg, és elfojtod saját magadban. Van egy virtuális bakancslistás oldal, egy weboldal, ahol a titkos vágyaidat teheted közzé, ami arról szól, hogy ha neked van valamilyen titkos vágyad, akkor legalább ki tudod magadból írni. Nem biztos, hogy ott valaki olyannal találkozol, aki neked azt megoldja, nem biztos, hogy valaki olyannal jössz össze, aki segít neked megoldani ezt a dolgot, vagy végrehajtani, de legalább ki tudod magadból írni. Tehát a lelkednek jó. A lelkednek elejjette. Jó, hogy te ezt így felraktad egy oldalra. Nem tudom, miben más erre az oldalra feltenni, mint leírni egy papírra, de mégis azt mondják a nagy okosok, hogy írd ki magadból, az már fél siker. Végezzünk egy közvélemény kutatást, és nézzük meg, hogy én ezeket nagyon szeretem, mert azért mégiscsak elérünk egy, mint amilyen reggelente másfél-két millió emberhez, hogy hallgatóink, ha most leírhatják egy SMS-ben, hogy bennük mi a leginkább elfojtott vágy, amit még nem tudtak megélni, még nem tudtak kiélni, még nem tudtak megvalósítani, az miről szól? Utazásról? Párkapcsolatról? Szexről? Kipróbálni bizonyos dolgokat? Kipróbálni hármasban? Félrelépni a feleség vagy a férj mellett? Elutazni és otthagyni a családot, és elmenekülni egy hónapra egy lakatlan szigetre? Név nélkül írjátok nyugodtan azon vágyatokat, amit még magatoknak sem mertek bevallani, de valahol azért néha felötlik és ott motoszkál, és abban benne van az. Egy hétre otthagynám a két gyereket, mert megőrülök tőlük, és elutaznék valahova, akkor írjátok le nekünk. Nézzük meg, hogy nagy mit folyt el a magyar lakosság magában. És természetesen, Laci, ami szerkesztőnk nem fogja összegyűjteni majd későbbi megszólalások céljából egy folderbe, hogy oké, közveszélyesek, telefonszámok, látások, telefonszámok, agresszívek, telefonszámok. Nem adjuk ki. Nem tovább. Természetesen nem. Nem kötünk össze senkit senkivel. Ezért csak kíváncsiak vagyunk arra, hogy aki most autóban ül, rádiót hallgat, otthonban, kocsiban, munkáján, iskolában is bennünket hallgat. Mit folyt el, mit nem élt meg, vagy mit nem mert megélni? Mert ugye az elfojtott vágyak nem mindig arról szólnak, hogy nekem nincs lehetőségem elutazni, mert nincs rá pénzem, hanem nem teszel meg valamit, mert nem vagy elég bátor, elfojtod magadba, nem vallod be magadnak, nem mered kipróbálni, nem akarsz felrugni bizonyos dolgokat. Tehát nem csak olyat íratok, amire nincs lehetőség, de megtennétek, hanem amit elfojtotok magatokban, de szívesen megélnétek. Mit rögsz? Már eszedbe jutott? Írnál? Én nagyon. Gyerekek, mindenki tudna írni. Legyünk őszinték. Hát most ez egy nagyon őszinte műsor lenne, és senki nem hallgatna bennünket, hárman beszélgetnénk, tudnánk erről beszélni, nem? Mindenkinek vannak ilyen vágyai. Na, ülj bele Balázs székébe felé. Ezen nem már ültem ott. Ültem már ott. De nem utána. Most kipróbálhatod. Nézzük meg, hogy miről szól a leginkább az elfojtásom a magyar tudattalattiban. Szexel kapcsolatos elfojtás? Egzisztenciával? Utazással? Pénzzel? Jó autóval? Három nővel? Anyalányával? Miért kanyarodok ide mindig vissza? Igen. Mert ezt írják a legtöbben. Vagy például anyalányával? Nagy mellővel? Kis mellővel? Három mellővel? Három nővel? Nyolc nővel? Anyossal? Feleséggel? Ja, az ugyanaz. Mi gombóc Artúra csokoládéval. Jó, tényleg, írjatok nekünk SMS-t. Bárhol vagytok, gondoljátok át, egy pillanatra szem lecsuk, kormány elenged, megáll, piros lámpánál lehetőleg. Nők, anyák, férfiak, 50-esek, 60-asok, mi az, amit elfojtotok magatokban, mi az, amit szeretnétek megélni, ha lenne elég bátorságotok. Valljátok nekünk, mi mindenkit megértünk. Írjátok meg. Amint tudunk segíteni. Minden van otthon, csak kevés. Ezt is el. Nézzük meg, jó? Oké, Juli, köszi. Játszunk hárman. Egy olyat elmondok, ami egy picit úgy tűnik, mint hogy a Balázs egyik ötletének az elorozása lenne, de én nagyon komolyan mondom nektek, hogy én tényleg régóta vágyom arra, sokszor álmodok erről, és hogyha nem félnek attól, hogy mondjuk összefutok embertől, én például tényleg tök szívesen mászkálnék a természetben kint mesztelől, te egy erdei úton vagy ilyesmi, de úgy, hogy nem csak egy 5 percet vagy 10 percet, hanem tényleg sétálni egy-két órát úgy, csupaszon pőrén, a természetben kint, hogy nem fut velem senki össze, tehát nem jön szembe egy tájfutó, ezt valaki nem kanyarodik el. Hát ezért, mert hogy érted, megjelenik mellettem egy papama a gyerekek ott, tehát talán nem jelenik. Na, nem jelenik, igen, most
és azt mondom majd, hogy egy srácok nem folyamat elhívni, mi történt a hétvégén. Hát van ilyen, Jali, országos kék túra, azt ez mások pont is használják. De ez még egyébként egy simán megcsinálható dolog. Hát nyilván nem tudom, tényleg egy Lajos forrás mellett csináld meg, hát, vagy rám szakadéknál. De ja, rám szakadék, elnézés, bocsika, jövök. Ereszkedem, kicsit vág a beülő, de hát azért ez simán meg lehet. Ez nem egy akkora dolog, hogy messzelenre levetkőzöl, és sétálsz egyet, vagy kifekszel, nagyon sok elhagyatott rész van, ahol azért ezt meg lehet csinálni. Jó, de én a békét értem, a szarvasár meg szeretem. Ez nem az elfojtott vágyakról szól, ez csak a bátorság hiányom. Ez nem azért nem csinálod meg, mert ez egy elfojtott vágy, hanem mert egyszerűen... Tehát egy gyáva vagyok? Vagy tehát, hogy a féle... Kukirigy. Kukirigy. Ja, hogy irigy le másodtal a látható. Igen. Na, gyerekek, nézzük, mit írnak hallgatóink, jó? Hogy ki mire vágyik, csak szemezgetés tényleg, mindenféle statisztika nélkül. Kikötném az exem egy székhez, addig ütném, amíg választ nem kapok az összes kérdésemre, írj egy hallgató. A főnököm lányát szeretném elkapni. Azt mondja, hogy 58 éves vagyok, még nem ültem repülőn, feleségem szeretne Párizsba utazni, de én félek a repüléstől. Kocsival nagyon messze van, mondtam, menjen nélkülem. Ezt Béla küldte nekünk. Nekem az a vágyam, hogy két nővel lehessek együtt. Jó, a műsor, állandóan titeket hallgatlak, üdv István. 48 éves férfi vagyok, sajnos a punciból kevés jutott. Oh. 48 éves vagyok, és őszinte. De jó fej van. Hát, de jó, egyébként jó, nincs ezzel baj, ezt ki lehet mondani. Azt mondja, hogy a bakancsisla elején az lenne, hogy az első, hogy befejezem a házam renoválását, már unom, 15 éve csinálom, sose lesz kész, olyan, mint a 100 éves háború. Attila írta nekünk. Elfojtott vágy, kérdezi egy hallgató, elmagyarázni a feletteseidnek, hogy a saját hülyeségét ne kenje rád, és ne rajtad kérje számon. Elmagyarázni neki, hogy mekkora hülyeséget beszél, ja, és ezt végre nem virágnyelven diplomatikusan, hanem úgy, ahogy ő teszi, ami irányunkba. Írja egy hallgató. Szerintem ez sokak nevében írta. Nagyon sokan vannak így szerintem, akik féltik az állásukat, félnek a retorzióktól, és egyszerűen ezért nem. Pedig szerintem sokkal jobban is működne a munkakapcsolat. Két gyermekes anyuka vagyok, 18 éve leszünk együtt a férjemmel, soha nem voltunk kettesben, egy hétre vágyok, hogy csak mi kettesben legyünk. Kérlek benneteket, olvassátok, mert most kicsit rosszban vagyunk. Nagyon szerettem, ő az életem, Kardosné. Aláírta, de akkor beolvashatom. Hát legalább így most már tudják. Igen. Azt mondja, hogy 29 éves normális átlagos életet élő nő vagyok, szüleim szemében szent, kicsi lányuk, normális párkapcsolatokkal, felnőtt mércével, normális pasikkal, de nagyon vágyom hármasban szexelni két férfivel. Érdekelne, hogy a nők hány százaléka él ezzel a titkos vágyal, anélkül, hogy bárkinek is beszélni mernének róla. Hát, amit eddig beolvastál, az 70% szex volt egy erőszak. Igen. És utazás. Igen. Tegyük hozzá, hogy a nők megítélése más szempontból, más ebből a szempontból, mint a férfiaké. Szerintem két dolog van, amit mindenki elfogy, tényleg a szex és az erőszak. A legnagyobb elfogytás. Illetve a koffidis, ahogy látom. Nagyon sokan az A betű. Hányszor érzed azt, hogy verekedni? Hányszor érzed azt, hogy agyonvernéd? Hányszor érzed azt, hogy egy baseball ütővel kiszállnál a kocsiból, és ha nem lenne következménye a dolognak, akkor addig ütnéd őt és a motorháztetőt és mindent. Ezt egyszerűen elfojtod, mert hogy közösségben élsz, és nyilván megvannak a hátrányai, illetve a következményei. Hatalmas farmra vágyom, tel is tele vikunyákkal. Az anyja úr, itt a vikunya biznisz. Ezt meg tudjuk érteni. A vikunya, a jó öreg vikunya biznisz, igen. Na nézzük meg, milyen esemesek vannak. A nagy része egyébként szeret. Takarítok budai úriasszonyoknak. Sokszor érzem, hogy most van az a pillanat, amikor ordítok, és saját villájában jól megverem. Ja, és ha többet nem megyek, mert betelt a pohár, a kitakarított lakás közelébe elvégzem a nagy vécét. Jaj, de meg tudnám ezt csinálni, és én szívesen megtenném. Van kivétel, köztük is, írja nekünk egy hallgató. Jött egy nagyon helyes, dadogok. A vágyam, hogy egyszer be tudja mutatni a barátnőmet másoknak, ha találkozunk az utcán. Nagyon cuki. Vagy, hogy egyszer azt úgy tudjak pizzát rendelni a pizzériába, amit szeretnék, és ahogy szeretnék, írja egy hallgató. Ez cuki egyébként, nem? Hogy ő dadog is, hogy neki ez van, hogy ez milyen jó lenne elmondani. Ha lelkiismeret furdalás félretlen lehetne tenni, akkor a tinikori szerelmemmel töltenék el egy éjszakát. Két gyermekes, boldog házasságban élő anyuka vagyok. Ugye? Ez is ilyen érdekes, hogy rossz vagy attól, hogy te erre gondolsz egyébként, hogy szereted a férjed, de lehet, hogy valaki mással telefeküdnél, nem feltétlen. Nem? Nem. Ráadásul meg se csinálja. Meg se csinálja. Persze. Meg ez egy fantáziálgatás, semmi más. Igen. Az én vágyom, álmom, hogy a szomszéd 60 év feletti néni, mink néha, amikor bulizunk, hangos a zene, hálóink helyett vegyen fel ruhát, mielőtt átjön szólni. Mert az ijegységtől nem szoktuk megtalálni a halkító gombot. Remélem, hogy valahogy valaki a tudomására hozza, és teljesíti a vágyam, ezt Edith küldte nekünk.
Boldog kapcsolatban élek, de kipróbálnám, milyen lenne egy nővel, minden téren hetero vagyok, de kíváncsi, írja nekünk egy női hallgató. Pucéran utazni egy kukás autó tetején, ez nem te vagy, Ani? Nem te írtad be ne, ezt. Ne, pucérság és kukás autó pedig a kettő nagyon összeállt. Berecki Zolival eltölteni egy éjszakát, nagyon jó pasi, ez Gyöngyi küldte nekünk. De beteg. A Berecki? Hát ennek valakinek bejön. Miért lenne beteg? Hát hány hétköznapi nő álmodozhat el a pasikról, a Beckhamről, a Brad Pittről, nem? Tehát biztos, hogy nagyon sokan gondolják még egyébként szex közben is a párjuk helyett. Nem? Megcsalás? Hát közben hogy lenne másra gondol. Hát ez egy elérhetetlen dolog. Hát hogy megcsalás? Lenne megcsalás? Te gondoltál-e más nőre, mint akikkel valahol? Nem, csak kérdezem. Ja, nem, megcsalás, nem megcsalás. Hogy mondom, már bevallotta nekem, hogy az esetek 50%-ában ti anyatott Csabára. Nagyon szeretnék két férfival szeretkezni egyszerre, így egy hallgatók. Júli, hello, jó reggelt! Elfojtott vágyak! Nincs a rajta férfiaknál... melltartó, csak mondom. De van. Igen. A férfiaknál erőszak vagy szex, ez kiderült. A nőknél mi leginkább? Párkapcsolat? Szerintem az. Aha, igen? Szexuális. Szexuális? Ennyi mindent elfojtunk. Nem, szerintem egyébként, tehát nekem például, amiről tud róla, hogy nekem mi. Úgyhogy idén bicikli helyett születésnapomra. Azt kéred? Meg is kapod? Hát megbeszéltük. Gyerekek, hát ez a legjobb, amikor két ember ezt meg tudja egymással beszélni, és a másik nem féltékeny lesz, hanem azt mondja, hogy rendben, ha téged ez boldoggá tesz, akkor én azt teljesítem neked még úgy is, hogy lehet, hogy nekem ki kell lépnem a komfortzónámból. Ez nem egy rossz dolog. Ez az az igazi szeretet. Ezért dolgozik egész nyáron 12 órát. Nehogy véletlenül egy gyerek. Nem az az igazi szeretet, amikor valami olyat teljesítesz, hogy önmagadon kell túllépni? És nem birtoklod, hanem azt mondod, hogy megadod neki, amire ő vágyik? Az igazi szeretet a részéről, hogyha olyat kér, ami téged bánt, azt mondja, hogy, hogy azt mondja a feleséget, hogy ő szeretne lefeküdni még igen? egy pasival, ez mondjuk abból az szempontból nem jó, hogy te ezt élveznéd, tehát mondtad, hogy megnézed, szívesen megnézed a dolgot, de érted? De akkor az a te komfortzónádból való kilépés, hogy megengeded. Hát szerintem a szeretet az arról szól, hogy mindent megteszel neki a saját magad rovására, és nem birtoklod. Tehát... De neked rossz lesz tőle, nem? Tessék? De neked meg rossz lesz tőle. Rossz lesz tőlem, de az igazi, de azért lesz rossz tőlem, mert rosszul gondolsz rá. És ha úgy gondolok rá, hogy neki jó, akkor megengedem? Tehát az igazi szeretet az nem arról szól, hogy nem birtoklom, és azt mondom neki, hogy szeretlek, ha ezt megteszed, és nem teszed, és nem szeretlek, ha ezt megteszed. Az igazi szeretet arról szól, hogyha te ott abban az adott pillanatban valakivel boldog vagy, akkor az nekem is boldogság, hiszen szeretlek annyira, hogy nem szabályozlak egyébként. Csak ezt senki nem tudja megvalósítani, mert az, ennél, az ember ennél gyarló. De az, mit csinálsz a párkapcsolatoddal? Birtoklod. És azt mond neki, hogyha a szabályrendszeremen belül viselkedsz, akkor szeretlek. Akkor szeretlek. Aha. Ha megcsalsz, mert valakivel egy pillanatnyi boldogságot éltél át, akkor nem szeretlek. Miért? Mert nem tartottad be a szabályrendszert. Uh-huh. Pedig neked jó volt, örülnöm kéne. Holott egy igazán magas spirituális elveken működő párkapcsolatnak, nem azt mondom, hogy bárki lefeküdhet bárkivel, és ez most senki ne fordítsa, hogy ez egy nagyon egyszerű világnézet lenne, hanem azt mondom, hogy ha neked jó volt, és te ott megélted a pillanatot, és te ezt elmondtad, és te ettől több lettél, és ezt te nekem elmered mondani, és nem volt benne lelkiség, nem viszonyod volt, nem hazudtál nekem, akkor arra megpróbálok nem féltékeny lenni. És ez baromi nehéz, mert akkor már igen. viszont nem birtokollak, hanem szeretlek úgy, azzal azáltal, amit téged boldoggá tesz. Ez az igazi. Hányan fognak most ezzel a dumával haza menni? Ne, senki, ezt én sem tudom megvalósítani, de az igazi emelkedett szeretetek, erről kéne szólni. Júli. Van egy ismerősöm, akit a barátnője most elvitt lingam masszázsra. A barátnője fizette be. Aha. Próbálja ki. Mi a masszázs? Lingam masszázsra. Finish. Happy finish. Igen, de művészi. Tényleg hosszú időn keresztül. És a barátnője vitte el a pasit. Barátnője vitte el a pasit. Hát az nem... Elmész a masszázsra? A végén. Kapuajban azt visszatlátásra. Hát ez egy rendes masszázs. És hát annak a vége nagyon jó. De igazából az csak, hogy is mondjam, az csak haba tortán, az egy fél órás masszázs. És a barátnője is ott volt? Nem. De tulajdonképpen ők azt mondta, hogy együtt választották ki, hogy ki lesz az a hölgy, aki majd megmasszírozza az ő párját. És akkor azt mondta, hogy na... Na, ő nem. Jó, ez is érdekes egyébként, igen. Jó, de te nem mondod el. Jó, megállapíthatjuk, hogy hallgatóink nagy részének azért a vikunyákon és a főnök arconverésén túl azért leginkább párkapcsolat. Tessék? A vikunya nem rossz egyébként. Az ütött. Igen, érdekes a dolog, de hogy a legnagyobb elfolytások azért itt vannak. Hát erre is jó ez az oldal, hogy fel lehet tölteni. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morni.
morningshow nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Láttátok az új Star Wars trélert? Te Bali, mi az? Mi az a tréner? Az egy edzésprogram. Jó, az a Star Wars tréner. Az egy... Nem láttam. Láttad az új Star Wars trélert? Figyelj. Nem. Hát a... Jó, de jó vagy! Hallod? Nem néztem meg még, és tudod miért nem? Mert már nem, már nem merem. Miért? A múltkori keresztvas miatt, ami volt az egyik fénykardon. Én attól megmondom őszintén, hogy egy picit így rosszul lettem. Nagyon jó? Na figyelj, kis ízelítő. Besírsz, itt van a végén. De nézd is, itt van a végén. És Csubakka még olyan szép, mint volt. Hát itt már besírsz. Hát nézzük, de hát itt nem az lát. Most ne az éden nézzétek, ti hülyék azért, mert van benne egy nő. Hello! Nem egy nő van benne. Halalaj, kikupálódott ez a márk. De most úgy becsöcsösödött, az most... Én értem meg egyébként, jó az éden, méltatlanul kevesen nézik, ahhoz képest nagy kavarások benne, én mindig mondom, hogy az éden jó. Aha. Tényleg, tehát most olyan Melaninak kiverték a fogát szex közben. De most éppen elindítom a trélert, erre ti nézitek az éden. Hát oda néz, hát, szoktad vetíteni ezeket a trénereket, oda néztünk a nagy filmre. Vagy a nagy ez a gép most nincs rákötve. Na, várjál, előre megvan, nem baj, megvan. Na figyelj, csak egy kicsit hallgass be, csak úgy éld át, csukd be a szemed, és így. Sú, nagyon jó. Most tényleg ez a menő, hogy a messziben egy nem látható pöty halad a sivatagban? Hagyd meg, nincs szem, Kusferi. Elnézést kérek a Feriért. Egyes, nézzük gyerekek, várja kedves hallgatók. Állj, Feri nagyon fognak utálni. Ebbe belebeszélni, ez olyan, mint felállni egy premier vetítésen, és elkezdeni popcorn zaválni. Aha. Egy trélerbe, nagyon én szólok, most nagyon fognak utálni. Jó, akkor nem fogok, csak elmondom, nagyon hogy fognak a zseniális látványvilág, az kérlek szépen a sivatagban van egy roncs, és valahol messze hátul egy mikronnyi pöty halad. Pont ezért, de pont, de mert nem vagy Star Wars rajok. Mert volt egy ilyen kép már, amikor ment a kis lebegő szárnyúval Luke a sivatagban, amikor találkozott a kutyával, hasonlóan ment így. És most itt megy meg ilyen, ugye megy valami. És tartottál a sivatagot, látod, és van valami műhely, amit szeretnék veletek megosztani. Ezt egy internetes portál a súba talált a gyerekek. Hát régen. Hallottad ezt a hangot? Ezt te fábrás. Chewie. We're home. Basszus! De kemény, tényleg! És ott a Han Solo! Ja, azt hittem Gyabronka József. Hülye állat! És a Han Solo, Harrison Ford, ugyanazzal a hajjal, megcsinálták neki azt a hajat, felvette azt a mellényt, ott áll mellette a Chewie, és konkrétan kicsordul a könnyed. Tényleg? Csak mondom, hogy Harrison Ford 72 éves. Uh-huh. És ott állnak az 1000 éves sólyomban, és azt mondja neki... Chewie leőszül. És azt mondja neki, hogy Chewie, itthon vagyunk. Társas dinamika szakértő. Ez nagyon jól hangzik. Aki férfiakat képez ki arra, hogy hogy tudnak becsajozni. Uh-huh. Már a járásukkal? Itt most ő egy 3 perces előadást tart arról, hogy ha te jól jársz, akkor neked nagyobb esélyed van egyébként becsajozni. Mondja ezt egy olyan ember. Adja? Tessék? Ezt már pénzért adja, ezt a tudást? Ez a tudás, ez most lehet, hogy ő ingyen feltöltötte. Aha, aha. Egyébként, hogy okosodjanak a férfi társai. Egy alapfokot feltöltött. Mindenesetre arról szól, hogy tudsz te csajozni azzal, hogyha szép és jó a te járásod. És vannak férfiak, egyébként nem kevesen, akik tényleg kifizetnek nem kevés pénzt egy hétvégi tanfolyamra, hogy ilyen önjelölt őrültektől hallgassanak egyébként különböző tanácsokat, hogy hogyan legyél te férfi. Stílus vagy hogyan tanácsadás. Legyél, stílus tanácsadás, vagy hogyan legyél te még férfiasabb. Gondold, de kik mennek el egy ilyen tanfolyamra. Hát, nagy a baj. Ő társas dinamika szakértő. Aha. Egy kicsit belehallgatunk, hogy mit mond ő a járásról, hogy hogy lehet csajozni? És utána nézzük meg, hogy van-e ilyen OK és képzés, hogy társas dinamika szakértő. Társas dinamika szakértő. Mi az, hogy társas dinamika? Tehát két ember között fellépő társas dinamikai megnyilvánulási formák, a kommunikáció, az ismerkedés, amikor te tulajdonképpen verbális kapcsolatba kerülsz egy másik emberrel, az már a társas dinamika része? Hát, az első találkozástól kezdve szerintem, ahogy meglátod a másikat, akkor minden jel üzen, hogy hogy nézel ki, és hogy jársz, ezek szerint az is. De a társas dinamika az nem az, amikor már együtt mozogtok? Hát de az már az első meglátásnál, amikor egy rápillantasz valakire, az már együtt mozgás. Még messzi együtt mozgás, de már az. Ez nem szóló dinamika? Ja, a járás, de... A járás a szóló dinamika.
amikor már összejöttetek és együtt jártok, akkor az a társas dinamika. De már akkor üzensz az egyedül lévő járásoddal annak, aki, akit ki akarsz kapni a tömegből. Na látszik, hogy nekem van a legnagyobb szükségem erre a szaktudásra. Elmész erre a tanfolyamra. Igen. Jó, kifizettél mondjuk 30 000 forintot, beülsz, és meghallgatod XY társas dinamika szakértőt. Jó napot kívánok, látta, hogy jöttem egy dráma, ugye? Na, segítsen rajta, legyen szíves. Akkor ő most hozzád beszél. Te vagy egyedül ezen a tanfolyam, mert sokan még ezt az embert nem ismerik, és elmondja neked, hogy kedves, hogy hívják magán? János. János, hogy tud ön becsajozni a járással? Te hallgass meg. Na, sziasztok, szóval... Na, sziasztok. Köszönni. Na, sziasztok. Meg egyedül vagyok, nem látsz? Egy gabonasilóban vette fel? Mert egy finom alapzal azért van. Hogy... Fontos, hogy tudjatok járni. Az tényleg. Ugye, tehát nem mindegy, hogy egy férfi, mi? Hogy jár, hogy sétál, azzal hívja fel a figyelmét a nőre, illetve bárki más jobban felfigyel, hogyha a járásod megfelelő. A járás az... alapvetően, majd mindjárt majd fogok mutatni, de alapvetően mindig úgy kell elképzelni, hogy képzelj el a fejed búbján egy kis fonalat, és akkor mintha valaki így ki akarnak húzni. Hát nagyon sok férfit látok úgy, hogy egy görbeszt, hogy a minél idősebb, annál jobban begörjen. Na itt most magamra is mentem. Az beszélt? Igen. Begörnyel, és az nem jó, hanem húzd ki magad, és sétálj teljesen erőből, pozícióból, teljes pozícióból. Mértékben. Jó, ezt jegyezd meg, várjál. Írd föl, pozícióból sétálsz. És erőből. Erőből és pozícióból. Mi az, hogy pozícióból sétálok? Hát én ezért szeretem az ilyen videókat. A pozícióból eljutok a B pozícióból. Hát tulajdonképpen ez. Hogy legyen egy pozíció, amiből elindulok, és erőből sétálok. Aha. De nem lazán kellene sétálni? Nem, erőből, hogy megmutasd, hogy kemény vagy. Szerintem most arra... De mi ez olyan, mint amikor verem a vigyázt az alakuló téren? Pontosan. Már még van. Egyenesen. Ez azért fontos, mert így sokkal jobban előjönnek a férfi értékeid. Értitek, hogy mi? A férfi érték. Erő. Tessék? Erő. A tánctanárom szokta mondani, hogy sokkal jobban észrevesznek így a lányok. Nem csak szórakozó helyen, nem csak egy tánc mulatságban, hanem az utcán is. Egy tánc mulatságban. Mm. Nem csak a tánc mulatságban veszik észre. Mindezt egyébként egy betűrt ingel, egy kisméretű bőrkabáttal egy mármány koptatott farmerban. Mm. Tehát zseniális. A tánc mulatság kifejezés egy kicsit jóka is azért. Még egyszer mondom, húzd ki magad, okay. Egyenes, igen, és erre figyelj oda. Erőltesd, tehát hogyha észreveszed, hogy egy picit már így megy el, akkor húzd ki magad a vállad, fent, fejed. Nagyon-nagyon szemléletes, főleg minél magasabb valaki, magasabb tanítványaimnál. Oh. Csak ezt az egy dolgot meg... Neki tanítványai vannak. De jó. Tehát neki vannak tanítványai. Uh-huh. Hirtelen kivirul minden körülötte, és egyértelműen látszik, hogy a nők sokkal jobban felfigyelnek rá. Tehát érdemes ezt használni, érdemes, hogy ezt gyakorold, és nap mint nap szokásoddá tedd ezt. Hol sétál az ember? Nagy vagy úttest, vagy mi? Ott van. Igen, nagyon komoly. Ő a stílus tanácsadó. Igen, és ki tudtam tenni. Nagyra. Ő a szenszei. Igen. Négy danos társas dinamika oktató. Jézusom, gyerekek, hát... Aha. Na, rájön, de miért megmutatom a járást, figyelj. A dolgot. Nem könnyű, hogyha berögzült egy ilyen, hogy vál előre, stb. És akkor görnyet. Vagy ezt keresztül vinni, hogy ez szokásoddá beépüljön ez a dolog, hogy átváltoztasd így a... Figyelitek, aha, hogy mit mond? Figyeljük, hogy mit mond? De értelmezni még nem sikerül. Az életedet, de nagyon fontos. Miért? Azért, mert hogyha magabiztosnak érzed magad, akkor az kiül a testbeszédedre. És hogyha a testbeszéded is egyenes, és magabiztos, akkor az visszahat az elmédre. Mondja ezt ő, aki egy percig nem áll meg a helyén, érted? Tehát olyan zavarban van a csávó, hogy jobbra-balra. De várjál, bemegy a tömegbe, és mutatja, hogy kell járni. Egyetemben kezd beépülni azt, hogy te magabiztos férfi vagy. Tehát ez oda visszahat. Ahogy te állsz, ülsz egyenesen. És ilyen megy. Illetve kihúzod magad. És egy beépített ember megfordul utána, arra jó. És megy. Vigyázzálás produkálva és úgy elindulni, még mindig jobb, mint hogyha így összegörnyed. Picit nekem ez a vigyebbek a kilok mozgás inkább.
Sajnos a hallgatóink nem látják, feltesszük a Facebookra. Ő a Váci utcában vette föl ezt a jelentet. Egyébként hátulra mutatják, hogy mindenki átgázolva megy. Tehát ő hasít. Aha, és senki észre nem veszi. Senki észre nem veszi, egy sékes, epersék, vagy van, hogy a sék van a kezében. Tehát a, úgy még menőbb az ember egyébként. Hacca, testedre a tested, mivel érzékeli a tested, hogy te magabiztos vagy, ezért a tudatodra is visszahat, hogy te magabiztos vagy. Jó, majd fogok mutatni egy-két dolgot, ami még nagyon fontos. Megáll és igazít. És jobbra mellett egy tanítvány. Következő történik, hogy megáll, hátulról mutatja a kamera, megáll a Váci utca közepén, és igazít egyet a fenekén, kicsit kacsábjárásban indul el. És ő gyerekek tréningezi a férfiakat, és vannak, akik elmennek erre a tanfolyamra. De figyeljetek, én nem csak beleképzelem, de ez a srác, ez megfeszíti mind a két farpofáját, és összeszorítja járás közben. Tehát olyan, mint a diót törni akarna, vagy diót törni akarna a két farpofával. Teljesen görcsös, ahogy megy. Lehet tolókocsi, babakocsi, itt már megy. Akkor is, jó? Na, kezdjük, nézzük meg ezt a sétát. Mutasd, mester, taníts! Nézzük meg a sétát. Jó, húzd ki magad, és fogod látni. Hátulról mutatják, ember rá nem néz. Figyeljétek, senki rá nem néz, tehát senki. Na, most indul el. Gyönyörű. Jobbra-balra ingó felsőtest, kicsit mackós alkat. Én már kezdek vele havarodni. De miért megy oda be közéjük? Látod? A bal oldalon simán el tudná menni, és ő belemegy a tömegbe. Na most megmutatom a rossz verziót, tehát amikor így kitérsz. Ráadásul egy kicsit görnyedtem, hogy ilyenkor... Hát ez beteg. Mennyire mennél le, Jani? Erre a tanfolyamra? Igen. Ez megint az a helyzet, amikor nagyon kellemetlő érzem magam. De én imádom. Látod, neked kellene elmenned, mert a vízorolvasóval is teljesen másképp válsz, mint ahogy én. Én meg akarok szabadulni tőle nagyon gyorsan, te pedig kiélvezed minden pillanatát a szürreális szituációnak. Na most ennél szürreálisabbat, mint a társas dinamika oktatás, most azért elég régen láttunk már. Figyelj, lehet, hogy velem van a baj, de imádom ezeket a videókat. És hogy jár, mint egy ilyen kis kacsa, tehát hogy mutatja a fenekét. De higgyétek el, hogy vannak férfiak, akik tényleg egyébként elmennek, meg nők is elmennek ilyen típusú tanfolyamokra. Tehát van egy napos tanfolyam, két napos tanfolyam, 75 ezer forintért, ahol téged megtanultanak járni többek között, és attól te elhiszed majd, hogy jobban tudsz csajozni. Nem elhiszem, ahogy ő fogalmazott, hogy a magabiztosság kiüljön a testbeszédemre. Ő ezt mondta, így fogalmaz. Erőből. Kihúzom magam, jobban észrevesznek? Igen. Milyen hülyén jársz, mint a karót nyeltél volna. Mi lehet a baj a srácnak? Reméljük, talán hamar WC-t. Azért, hogy nem hiszitek el, hogy meghallgattam az adást, kihúztam magam, és mindenki engem néz. Ez a srác egy profi. Tehát van olyan, tehát miért mész el ilyen tanfolyamokra? Nem sikerül becsajoznod, vagy nem vagy sikeres a nőknél, és ez egy ilyen végső mencsvár lehet? Ez már végső kétségbeesés. Végső kétségbeesés? Ebben biztos vagyok. Tehát, hogy amikor már tényleg már semmi sem működik, akkor mondjuk, ha túl vagy már a csajozós dumákon, az összes a rossz tippen, amit a haverjaitól kaptál, az összes kudarcon, csalódáson, és akkor még valami, hát ha van valahol egy szalmaszál, és akkor jön a társas dinamika oktatás. Figyeljetek, én összedobom valamelyikőtökre. Ha ez egy egynapos dolog, nem megy el valamelyikőtök? Megvan most, nyilván nem mondom be a portát. Nem mész el, Jani? Ezzel célzott arra, hogy neked van kettőnk közül szüksége erre. Egy napot tölt kíváncsiságból, hogy mit tanul meg az ember egy ilyen egynapos járás tanfolyamon. Basszus, órákat fogsz elrabolni az életedből. Csak kedves, ez borzalmas. Ez a srác nem tud járni. De ez megvan, hogy miket mondod? Hogy tök mindegy, hogy mi jön szemben, ne térd ki babakocsitól. Tehát értelmeztétek, hogy közben miket mondod? Tudom, hogy többször meg kell hallgatni, de azt mondta, hogy tök mindegy, hogy mi jön, ne térd ki. Igen, kell, vonal van a fejed búbjától lefelé, ahhoz kell igazodnod. Jöhet babakocsi, tolókocsi. Tehát egy nagyon humánus megoldás. Egyébként, hogy jöjjön a Váci utcában 30 ezer forintért megtanulsz sétálni, akkor bármi jön, ne térd ki. Ezt te megtanulod egy tanfolyamon. Ne térj ki a babakocsi elől. Így van. Babakocsi, tolókocsi. Tehát, hogy ne csak magabiztos legyél, hanem gyökér is. Milyen a képzeletbeli fonál, amit úgy kell járni, hogy átvezeted saját magadat? Átvezeted saját magad, és akkor ki vagy húzva. Erőből vagy kihúzva? Erőből, és erőből is sétálsz. Hogy erőből kell sétálni, és pozícióba.
azt mondtál, pozícióba, erőből sétálsz, nem térsz ki. Na, akkor három, ezt jegyezd meg. Azért, erőből fia, sétálsz, azért nem értjük ezeket a dolgokat, mert nem tudunk normálisan sétálni. Tehát nem értünk ez a dologhoz, és ezért nem értjük még őket. Igen, hebrencs módon össze. Tényleg kifizetem, menj már el erőből járni. Léci, menj már el. Léci, menj el hozzá. Jöjjön ide. Jöjjön ide. Jöjjön ide. Az drágább. Én nem fogok a Váci utcába sétálgatni ezzel a szerencsétlennel. Hát kézzel valami nyilvás helyet. Mondjuk, ha valami a külvárosban valahogy találkozunk valamilyen, hogy egy szántóföldön, akkor... Telefonáljanak már nekünk nők, tényleg írjon már nekünk egy nő, akit vissza tudunk hívni, egy szexi 30-as hangú, de nem baj, hanem 30-as, 40-es, 50-es, tök mindegy, hogy milyen, hogy nézik-e, vagy szexi-e, hogy egy pasi hogy jár. Tehát, hogy mi férfiak egyébként megfigyeljük, hogy a nők hogy járnak. Ugye szeretjük a mozgatjuk hát, a csípőjét, de tud a szexi lenni azért, hogy egy nő hogy jár. A nő az nőnél persze. Egy nő tud rondán menni, meg tud szexi menni. Vannak olyan nők, akiknek kifejezetten jól áll, ahogy mennek, mert kicsit mozog a csípője, szexi, és valahogy van a mozgásában némi erotika. Itt van Hajni, hello Hajni, jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Hello. Na, tehát hallgattam ezt a műsort, amit beszéltetek erről az idiótáról, már bolt. De nem biztos! Figyelj, sosem, én azt mondom, hogy sosem ő az, hanem aki elmegy, tehát ő felmérte, hogy van egy ilyen hely, és erre férfiak elmennek, és kifizetnek 30 ezer forintot, hát akkor az a hülye, aki elmegy. Ebben igazad van. Most, ahogy leírtátok, hogy ez a fickó hogy néz ki, tehát egy férfinek, nem kell megtanulnia, hogy vonal, meg nem vonal, hanem hogyha... Fonaljárás. Ha mindegy. De az önbizalma az, amitől szexi lesz a járása, és az ember, aki önmagában hisz, annak olyan a fellépése, az úgy lép be egy terembe, úgy lép ki az utcára, és főleg nem lök fel senkit. Tehát az se szexi, ne haragudj. Tehát főleg, de az utcán embereket, az is egy idióta. A legnagyobb duma, hogyha jön babakocsi, tolókocsi, ne térj ki. Igen. Ezt én nem hiszem el. Már a fickónak, hogy ilyen már volt, tehát egyszer már volt, aki azt mondta, hogy kelj fel és járj. Tehát azért ez a plagizálás annyira nem divatos. Mindegy, tehát mindenki legyen olyan, amilyen önmaga, higgyen önmagában, és akkor egyszer a szexuális kisugárzása is meg lesz. Tehát nekünk, nőknek az a szexi. De azzal nem mond rosszat, hogy van szexis férfijárás, tehát azzal nem mond rosszat nektek, nőknek, hogy van szexis férfijárás, tehát tudsz szexi menni egy pali. Hát erről nekem egy kicsit más eszembe, de amikor egy férfi így próbálja meg kihangsúlyolni a szexualitását, az nekem már olyan, mint hogy a kisujját is feltartaná. Én néztem ezt a videót, azonnali beutaló az ortopédiára, tehát azonnal. Tehát brutális lúdtap, iszonyat lúdtap, de brutál lúdtap, azonnal ortopédia, egyhetes kezelés, mindenféle talbetét felírása, onnan indulunk, nem? Tehát nem járástanfolyam férfiaknak, hanem ortopédia. Úgy sétál, mint Dagobert megcsit. Nem, a férfinak az önbizalmát kell nevelni, tehát hogyha ilyen tanfolyamra el tud menni, ahol kap egyfajta, ezt sem lehet tanfolyamon tanulni. Tehát egyszerűen higgye magába, és akkor az látszik. Tehát nekünk nőknek az a szexi, a férfinek olyan a fellépése. Ha elkezd kacsázni, vagy nem kacsázni, vagy ilyen erőltetetten kimódoltan menni, az nem szex lesz, hanem inkább ilyen lábparádos felvonulás. Tehát, hogy így fújna. De a Jani, hogyha elmegy, azért azt én rajta leszek. Hajni, köszi, csáó! Vigyázz magadra! Kérlek szépen, egyébként el se kell menned, mert például a szexuális kommunikációt 9500-ért kapod meg DVD-n tőle. Várjál, karizmád magas fokon, hogyan alakíts ki a szagod bárkivel 5900? Hogyan alakíts ki a szagod? A tökéletes randi 19500. Jani, sírva kérlek. Én akkor legalább nézd meg a DVD-t, ha megrendelem. Szállj rá annyit, hogy megrendelek neked egy DVD-t. Na jó, azt megnézem. Éjszakai ismerkedés, haladó technikák. Mit csinálsz, apa? Semmit! Van egy hallgatónk, aki ismeri a munkásságát. Szofi, hello Szofi, jó reggelt! Hello, sziasztok! Te követed a pályáját ennek a srácnak? Hát képzeld el, igen, mert hogy néha annyira fáradt vagyok, hogy így péntek esténként így egyszerűen könnyesre röhögöd a szemed, hogyha elmegnézed a videóját, vagy egyszerűen olvasod a honlapját, úgyhogy egyrészt javaslom, hogy nézzétek meg, másrészt pedig léci, állítsátok meg ezt a fickót. Dehogy is. Miért? Az ilyen emberektől színes a világ, dehogy is. Képzeld, de mindenki ugyanúgy gondolkodna, ugyanúgy élne, ugyanúgy létezne, milyen baromi unalmas világ lenne. Nézzétek meg, így Siófok környékén pörög nagyon, nyilván ez is már sokat elmond így róla, de hogy vannak emberek, akik befizetik a pénzt, oda mennek, és ahogy te is mondod, stílus tanácsot ad úgy, ahogy ő kinéz, ő tanítja a szexualitást, hova tart a világ, meg fog érni a pusztulásra, higgyétek el. Nem, én őt akarom műsorba. Én vele szeretnék beszélni, hogy ő mit tanít a szexualitásról, abszolút. Tehát, hogy igen, csak én is hasonló területen dolgozom, egy nagyon picit, mint ő, meg a barátnőm is, és egyszerűen persze üde színfoltja így a szakmának, ezt nem mondom, de hány embert vezet meg, és így hova vezeti őket? Hát, mert meg lehet, tudod, azért. De ő vezet meg, vagy aki hisz neki, és elmegy, és elhiszi, hogy van fonaljárás, és ne tér ki, ha
jön a babakocsi. Tehát, hogyha erre le lehet gombolni emberekre 30 ezer forintot, hogyha a tolókocsi, babakocsi ne tér ki, menj egyenesen, te mint fonaljáró, ezzel a járással, hát akkor nem biztos, hogy ő a hibás. Nem? Ebben igazad van, de egyébként ezt a videót én is láttam, és egyébként kommenteltünk is ott a posztok alatt, hogy normális ez az ember. Tehát, amit ti is mondtok, hogy lökjünk fel egy babakocsit, mert annyira határozottan tudunk járni. Menjünk értem, nem. Figyelj, és tanfolyamon oktat, szerintem igen, nyilván nem azon nevetek, hogy lökjünk föl egy babakocsit, de hogy ezt elmondhatja, és ennek ellenére elmennek, ne tér ki, ha jön a babakocsi. Ha ez a küldetés, akkor viszont a helyén van. Ez szerintem abszolút. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel Morning Show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Gyerekek, hallottátok a legújabb ufós híreket? Csak mondom. Jaj, ne már, ne kérlek, péntek van. Kérlek, péntek van, utolsó még óra. Még egy pár szót a Bubiról. Hagy menjünk. Szeretném már szeretném csak ezt azért így. Úgy, hogy nyugi van. Néhány mondat erejét tisztázni. A Bubi János, képzeld el. Nagyon jó egyébként, nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Van még néhány információ, amit nem osztottuk meg. Csomagot, nagyon szó. Értem én, hogy elhessegítitek ezt a dolgot. Értem én, hogy nem akarjátok meghalani. Értem én, hogy megint elindult a terelés. Na káprásztos el minket. Nem arról akarok beszélni, hogy Pataki Attila mit mondott a rejtett kasztról. Pedig azon legalább röhögni. Mit mondott? Nem erről akarok beszélni. Hanem arról, hogy nyilatkozott a NASA is, gyerekek. Na végre! Ott is ittak valamit, jó van. Nyilatkozott a NASA, és azt mondták, hogy még a mi életünkben találkozhatunk földön kívüliekkel. Ennek megörültem, aztán tovább olvastam a cikket, annak kevésbé, hogy itt ilyen marsi mikróbákra gondoltak, hogy majd kiderül tulajdonképpen az, hogy a Marson is volt élet. De már elkezdték csepegtetni az információt, hogy a lakosság, azok a meglehetősen szűklátókörű, behatárolt gondolkodású. Akik mi vagyunk ki? Kispolgári létben igen, létező elemek, mint például, amik ti vagytok. Igen. Elinduljon egyfajta tudattágítás a NASA-tól. Tehát ez már kvázi a felkészítés arra, hogy ne érjen bennünket sokszerűen, amikor megjelennek. Pedig micsoda katartikus élmény lett volna, hogyha nem olvasod tovább a cikket, és ott álltál volna a nagy találkozásnál, egy nagyon szép tállal a kezedben, ami nemzeti színű szalaggal átkötött kenyér lett volna, meg só, melletted ilyen pártás mennyecskék álltak volna, és most ott lett volna az a 3-4 mikroba. Picit csalódott lettem volna. Kedves mikróbák, üdv a földön. Ugye tudjátok, ki az a Bill Clinton? Remélem, békével jöttetek. Ugye tudjátok, ki az a Bill Clinton? Így van. Ugye? Hogyne. Torkos Clinton. Szaxis Clinton. Szaxis Clinton, igen. Szegény, ez lenne most magáról, pedig nagyon-nagyon nagy. A jó dolgokat csinál egyébként. Ez egy leghasznosabb amerikai ex-elnök egyébként. Mert UFO kutató lett? Nem, ő is beszélt az UFO-król, nagyon sok helyen kampányol, és nagyon jó dolgokat csinál. Ez mikor a Mónika le, akkor csillagokat láttam. Na, arról nem. Azt mondja, hogy szerinte már nem kell sok idő, és hogy találkozhatunk ezekkel a lényekkel. Miért van az, hogy minden öregebb valaki, annál nagyobb az esélye annak, hogy előjön egy ilyen UFO sztorival. Ők már erre nagyon vágynak. Ő azt mondja, hogy szerintem nem mikrobák jönnek, ő is reagált erre a NASA-s kijelentésre. Igen, mikrobák jönnek, a kis rajójukkal. Mikrobá. Igen, mikrobi és az idősebb mikrobá. Igen. A két mikrobá, meg a kis fiatal mikrobi. És jó, hogy jöttek, melegítenek egy pohár vizet mikrobá. Ő azt mondja, hogy szerinte egyébként, és nagyon jó az elgondolás, de arról beszélt, hogy meglátogatnak minket, hamarosan megtörténik ez a dolog. De azért az ex-elnökök nem hülyék, nem? Nem, egyik se. Hát, kivételne. Jó, mondjuk a Bushra egyébként ebben a falban nem mondott el. És kérdezték az újságírók, hogy szerint ennek mi haszna lenne. És azt mondta, hogy talán ez lenne az egyetlen olyan lehetőség, hogy egyébként azt a 7 milliárd embert, akik a vallásuk miatt, az identitásuk miatt megkülönböztetik egymást, háborúban állnak, ölik egymást, mészárolják egymást, összefogjanak egy külső ellenség miatt. Hú, de jó lenne. Tehát, hogy megtámadnak nem, az elmondta, UFO-k, hogy nem úgy, mint a függetlenség napjában ezt, hogy hozzá is tett, hogy nem így. Nagyon belagadt neki ez a csillagháború. Azt mondta, hogy ez talán egy összefogási lehetőség lenne, hogy az emberiség valakivel összefog, ha egy mondjuk ők bántani akarnak bennünket. Ő nem ismeri az emberiséget? Hogy ott az lenne a vita, hogy ki vigye az UFO-t? Tehát, hogy kinél legyen egy ilyen UFO?
Nem, őt arról kérdezték, hogy mi haszna lenne, ha megtámadnának bennünket, és azt mondta, hogy nyilván nem sok, szerint ez nem elképzelhető, de ha megtörténik, akkor talán annyi, hogy mondjuk az emberek összefognának, és nem egymást ölnék, hanem lenne egy közös ellenség. De jó, a legjobb csapatépítő tréning egy galaktikus háború. De ez érdekes, hogy azért ezt most már így a NASA-ból is elkezdték mondogatni. Persze nyilván ők egy picit másra gondolnak. Aha. Obama pilótája is nyilatkozott. Azt se olvastátok? Hát nem. Obama pilótája? Van ilyen? Ez ugye olyan, mint Obama testőre, aki UFO? Igen, meg Obama szakácsa, Obama kertésze. De az érdekes, hogy egyre többen mondogatják. Aha. Nem? Hát egy veterán repülőgép vezető egyébként, aki Barack Obamával a 2008-as választási kampányban együtt repült. 28 éves repülési tapasztalata van. Uh-huh. Azért az... És látott UFO-t? Elmondta, hogy hogy nézett ki, labdaformájú volt, fehér korog, milyen gyorsan ment, 30 másodpercig párhuzamosan repült a gépünkkel, hol volt, hova tűnt, és nyom nélkül eltűnt a felhő között. És Obama is látta? Együtt repültek, vagy ez egy előrepülés volt? Persze, Obama volt a másodpilóta, és odaszólt neki, hogy hé, Barack, nyilván. Nem tudom, hogy Obama ebben a pillanatban mit csinált. De azért ezek nem hülye emberek. Tehát itt nem arról van szó, hogy tudom, félbolond védelmi miniszterek nyilatkoznak, nem? Mert ugye a kanadai védelmi minisztert is egész egyszer lehülyéztétek már, hogy öreg. Azért ez nem egy nyomos ér a védekezésnél, hogy hülye, mert öreg. Nem ebben az összefüggésében volt. Az megvan, ez az összefogott az egész föld minden egyes embere az UFO támadás ellen. Összefog, és vége. Aha, és ennyi. Körülbelül ennyi lenne elpusztítani az egész emberiséget. Tehát Clinton bácsi meg egy jót mondott. Szeretem. Már hogyha megtámadnak minket, akkor mennyire sebezhetőek vagyunk? Igen. Persze. Hát már is, az a technológia. Ha nem mikrobák, mert oda nem idom, ezt az is elég talán. Nem, én azt gondoltam, felvettem nektek, de érzem, hogy nem jutottunk közelebb. De miből? Abszolút. Tessék? De miből érzed? Érzem picit, hogy nem. Nem, ezek csak érdekes dolgok. Azért már itt nyilatkozik a NASA, ott nyilatkozik a Clinton. Figyeljetek, egyelőre még a holdra szállásoknak a videó dokumentumait sem kapta meg a Feri. Lehet, hogy rossz, Rákóczi pont Ferencet, vagy Rákóczi nem, Ferencet. Nem, Rákóczi kukac. Érted, így volt. És azóta se jön. Nem jön, csak várom. Hát a csillagászunk, emlékszel, vagy az UFO kutatónk, bocsánat, ígért nekünk. A tömeges holdraszállások felvételét ígérte. És úgy azért volt izgalmas, egyébként önmagában én azóta gondolkoztam, mert ő azt mondta, hogy mert a másik oldalára szállnak le. Hogy ezt hogy rögzíted? Mert a holdnak mindig egy oldalát látjuk. Most azért, mert belemészik minden fontos részletbe, azért ezt így teljesen nem értem egyébként. Micsoda? Hát ilyen kis apró részletek, hogy mindig jó. Hát ők látták a másik oldalát. Megoldották. Nyilván nem a ti ágyatoknál fognak állni, tehát azt megértem. De miért nem? Pont bennünket kéne meggyőzni. Nem téged, nem a Pataki Attilát kell, érted? Ő, neki már volt UFO élménye. Te hiszel bennük. Ha én UFO lennék, UFO, akkor én a Janihoz szállnék. Hát igen, csak a mi ágyunk be van húzva a falhoz, tehát Móni mellé fognak állni, mert ő fekszik kívül. És ő hisz? Érted? Ha mellettem állnak, akkor a falon keresztül állnak. Akkor a falon keresztül állnak. Móni? Hisz a Móni? Hát, jobban, mint te. Jobban, mint akkor én. Áthajol a Mónin a nagy szürke, mert van ilyen, a nagy magas, vagy a nagy magas fehér, és azt mondja neked, hogy bú. Aha, azt mondja, bú. Ez reális. Aha, bú, ezt igen. Fogja mondani neked, és te azt mondod, hogy szólok a Ferinek, tényleg léteznek. Aha, érted? Igen, aztán pedig benyúl a takarom alá, és három olyat mutat, amiért Móni tízzel se tudott soha. Látod, mennyi mindent tudunk? Nagy, magas, szürke, három ujjú. De miért gondoltam, hogy neked azt mondja az UFO, hogy bú? Te teljesen egyértelmű, neked meg hozzá nyúl az UFO. Janinak mondja, hogy bú. Tehát a két világ lézet azért teljesen, a szex és a bú. Nem? Tehát azt mondja az UFO, hogy bú. Meg van a szocializáltság felét, hogy bú. Te meg mit csinál az UFO? Megnyúl a poplod a harmú. Én úgy értettem, hogy felállsz. Hát ki aztán, tehát milyen komoly mélységek vannak bennetek. Azt mondja, bú. Mert 20 évig a tehém volt a legjobb barátod vidéken. Az igen. Nyúl a papolára, három hosszú ujjalat, jó, megrázza a séket. Tehát egy kicsit próbáltok meg nagyobb ívben gondolkodni. Mélyebben szántani. Ott kezdtünk. Mondja, miért nem mondja azt, hogy szántottunk. De most komolyan, akkor miért nem mondja azt, hogy röf? De miért nem mondja azt, hogy röf kisgazdám, ő meg, hagyd legyek sonka. Vagy kit rákodj. Akkor azt mondja, tessék. Véres hurka, Böllér fesztivál. Miért nem ezt? Csabai Kovács. Miért nem ezt mondja? Vagy azt, hogy broáf. Fejjul a papolá, szexel velem. Tehát nincs már csak a disznőlés meg a szex. Ez a világ, ez ennyi, hogy vagy szexelünk, vagy leüljük a négy lábú akar. Egy
hogy a kettőt együtt csináljuk. Tehát itt semmiféle magasztosabb gondolat nincs, csak hogy egy tehenet utánzó UFO, meg egy UFO, aki benyúl a paplan alá. Tehát ennyi. Magasztosan kezdtük. Ennyi van benne. Viszont, komolyan? Hogyha belegondoltak, akkor ha mondjuk csak egy szót mondhat, és mondjuk a Ferivel együtt vagyunk abban az ágyban, akkor azt fogja mondani, hogy fröccs. Mert az mind a kettőtökre egyébként nagyon jó. De gondoljatok bele egyébként, hogy milyen érdekes az emberi természet. Kicsit ez nektek tudom megint milyen szántó lesz, ha elvesztettétek a fonalat. Képzeljétek. Nem, jó, én bízom a hallgatóimban, hogy ők azért ezt értik, ti egy picit próbáljátok meg elvonatkoztatni a meglehetősen sekélyes gondolkodásokat. Oké, felöltözködtem. Öltözködj föl, gyerek az istállóból. Így van. Te kapd föl valami ruhát, te hagyd a malacok. Söpörd le a galét az üledről. Tedd le a vasvillát, te meg... Csirke tollakat a vállamról. Topog le a szart a gumicsizmáról. Azt reggel letopogtam már. Na, tedd le a vasvillát, te kapjál föl magadra valamit. Itt állok már melletted, Feri felöltözve, köntösben. Egy J betű koronával a tetej. De nem Jimmy. Ha végeznénk mondjuk egy közvélemény kutatást, és megkérdeznénk, hogy az emberek hány százalék hisz az UFO-kban, szerintem sokkal kevesebben mondanák azt, hogy hisznek, vagy nem. Nyilván félnek a megítéléstől, vagy hogy bolondos katujázzák őket. De ott vannak például a nagy világvallások, ez nektek már lehet, hogy ez már nagyon meredek. A kereszténység, vagy a hinduizmus, vagy a buddhizmus. Ezek a nagyok. Többek között nagy például. Aha, jó, na most vagyunk. Mégis van valami, amiben az emberiség hisz, egy megfoghatatlan lény, mint az Isten, a Teremtő, Jézus, Buddha, Mohamed, akik ugye most proféták, nem proféták, milyen minőségben voltak itt, azt nem tudjuk, de hiszünk bennük, nagy világvallásokat alapozunk erre. Azt de akarom mondani, hogy ez mind UFO volt. Nem! Nem ezt akarom mondani, hanem hogy az emberi természet úgy működik, hogy annak jobban hiszünk, hogy majd ott van a mennyországban, jó, majd találkozunk Istennel, itt vagy Buddha. Kis lexikon egyik szócikkel. Nem, csak mint a természet. Nem, hogy az emberi tudat is milyen fura, hogy abban nem hiszünk, hogy egyébként egy világegyetem, ami végtelen elvileg, ott lehet egy másik intelligens élőlény, aki egyszer ellátogat, de hiszünk valami megfoghatatlan, és azt mondjuk, hogy ha meghalunk, akkor a mennyországba jutunk, vagy Istennel találkozunk, vagy Jézussal, vagy Buddhával. Érted? Ami szerintem számomra egy sokkal elvontabb dolog, de mégis meggyőződésünkben sokkal jobban hiszünk ennek, mint annak, hogy valahogy végtelen világegyetem, ez csak idejön valaki. Reálisabbnak tűnik. Aha. Mint hogy meghalsz, és mondjuk a mennyországba kerülsz, amire mondjuk egy világvallást alapoznak. Most, hogy hiszel benne, vagy sajátodnak érzed, ez egy másik kérdés. Nem így? Nem érdekes? Tehát vannak emberek, akik jobban hisznek abban, hogy meghalok és a Mennyországban találkozom Istennel, mint egyébként, hogy jön valahonnan egy űrhajó, a végtelen világegyetem, egy nálunk okosabb civilizáció, és leszáll mondjuk itt, és azt mondja, na az nem. Igen, viszont az, hogy meghalok, és ott vár egy szakállas apuka, az igen. Várja, Feri, megpróbálom egy tényleg, mert én veled azért egy nyelvet beszélek. Na, ha nem látod, megfoghatatlan, mégis van trágyaszag. Na? Hát ezt szeretem bennetek. Na ezt szeretem bennetek. Na jó, tessék. De az van. Akkor lehet UFO? De mert látod a trágyát, érted? Itt volt egy ember, csodákat hajtott végre. Utána megfeszítették a kereszten, feltámadt, ott a torinói lepel, egy csomó minden. Az elején még azt hittem, hogy Császár Jenőre ezt elhisszük, majd ha jól viselkedünk és elnyerjük a méltó jutalmunkat, akkor felkerülünk a mennyországba és találkozunk vele, vagy például Istennel. Azt mondjuk, hogy igen, én ebben hiszek, ennek szentelem az életem. Ugyanez az embert, ha megkérdezett, hogy lehet-e földön kívül, azt mondja, hogy lehet, hogy a kettő pont nem fér össze nyilván a vallás és a földön kívül, mert az egyik van, a másik borul. Ezért ez egy érdekes dolog, nem? Hogy 7 milliárdból 6 hisz valamiben, aha, de mondjuk 4 milliárd azt mondja, hogy nincs. És a földön kívüliekben hiszel, akkor az már egy vallás? Nem gondolom. Hát van, akinél egyfajta. Nem, nem erre gondolom, csak hogy elvontabb dolgokban hiszünk sokszor, amíg egy ilyen egyszerűbbnek tűnő dolgot, azt mondja az ember, hogy lehet, az viszont lehetetlen. Nem? Mert a vallás az egy más történet. Nyilván persze. A hitbeli kérdés, persze. Az UFO az meg vagy van, vagy nincs. Ha van, akkor mit mond? És kitrákodj. Érted, ezt mondja. Ah, Istenem, na mindegy. Viszont van valami, amit meg akarunk neked mutatni, mert megtaláltuk, illetve pontosabban egy hallgatónk elküldte? Igen, egy hallgatónk elküldte, és másfél órát vett el az életemből, illetve nem tett hozzá, csoda? Mondjuk fogalmazunk így, és ennek kapcsán meg szeretném kérdezni tőled, Ferenc, hogy a hétvégén, illetve a közeljövőben a nagynyári fesztiválokon várható-e Team Show felé? Jézus, tényleg? Arról még, az még megvan? Gyerekek, feltesszük a Facebookra a linket. Igen, mindenképpen nézzétek meg. Három napja ezen sírunk. Team Show zenekar van, Feri. 1800... Hát akkor, ez nagyon régen volt. Mikor? 1988 talán. 1988. 91.
Legalábbis a dátum alapján, ami rá van írva, lehet, hogy 91, de bár akkor is nagyon előremutatóan öltözködtél. Ugye? Menő volt. Mi? A... Csak mondjuk el, miről van szó. Egy hallgatónk, én nem tudom, milyen archívumból, tehát vagy a zenebutik archívumából. Van. Igen, fönn van a YouTube-on. Tehát, hogy nem egyszerű. Koncertfelvétel az Újkígyósi Művelődési Házban. Az Újkígyósi Művelődési Házban zenész, hát figyelj, potyogott a könnyünk, amikor mi ezt megnéztük. Azért nehéz átadni, mert ugye maga a zene, amit előadtok, a ruhák, a haj, a kinézet, hát az egész nagyon szerethető. Egy korlenyomat, másfél órán keresztül. A hatalmas tomboló tömeg, az a négy ember a színpad előtt, akik csak akkor kezdenek el mozogni, amikor már felismerték a számot. Addig nem. Várnak, állnak, és mindenki egy kicsit így le van fagyva, hogy úristen, itt ma nem fogunk táncolni, és akkor érte, ja, megvan LGT. Nagyon szeretek. Szemetek vagytok. 1988? Hát szerintem ilyen 89-90, igen. Újkígyósi Művelődési Ház. És szakál. És bozond, és haj, és korzakó. Effi elképesztő. Jó, mi? Nagyon kemény. Kik a gitáros fiúk mellette? Többen vagytok. Na persze, hát ez egy rendes helyi zenekar volt. Ott Újkígyóson verbúváltuk saját magunkat, és akkor kedvenc dalainkat elkezdtük játszani, és tömegigény volt rá, hát látjátok. Te tudtad, hogy ezt van a YouTube-on? Én nem nagyon. Próbáltad már eltüntetni. Az életem egy része. De nyilván, hát de nagyon. Indult el a dolog, kész. Hát, hogy annak idején, hogy néztünk ki, azért nyilván mindenkinek elő lehet venni a múltból szép fényképet. Persze, abszolút. Nem, egyébként felismeretlen a Feri. Tehát a hangja alapján lehet csak felismerni. De menő vagyok. Tényleg a piros nadrágomban. Aztán egy türkisz póló, és a nadrág, igen. Tehát, hogy így látszik, hogy azért, hogy hívják, ez a terület annak idején a török hódoltsághoz tartozott. Újkígyósi Filmmúzeum bemutatja, megőrülök. Így van fenn. Zseniális. Zseniális a videó. Óriási. Nem tetszik még senkinek. De a lécét nyom. Egyet nyom már rá. Nyomjál már, én majd visszaveszem, hogy jó fejek vagytok, akkor azért tetszik elitek. Nyom már rá egyet. Eddig senkinek nem tetszik. Be kell lépnem hozzá. Menjen ja, nézték. Akkor ne. Menjen nézték meg. 121-je. Figyelj, jó, de indulás. Mit dumálsz? Ott táncolnak az emberek, óriási buli. Amikor már felismerték a számot. Hát most hova te, aztán később elvesztették a fonalat. Itt kell beírni team show. Igen, az Újkígyósi Team kötőjel show együttes 91. október 6. Na megnézzük 120-ról mennyire tudjuk fölnyomni egy hétvég alatt. Jó, egyébként tényleg szórakoztató a videó, nézzétek meg. Ferit úgy, ahogy még soha nem láttátok. Tényleg. Mindenkinek van ilyen nyilván a munkában, tehát az elő lehet ásni. A múltból mindenki nagyon hülyén nézett ki az akkori ruhákban, az akkori séróval, az de akkori szakállal. Különösen. De ez azért egy jelentős korlenyomat. Felélek, akkor még egyébként beceneve is volt, ez pedig nem más, mint a Pácsó. Igen. Azt neked sokáig volt. De azt mondtam, ezzel igen, is meséltem a sztoriát. Még a rádióban is egyébként, de sokáig volt. Viszont igen. Pallinak, a gitárosnak Pasó volt. Pasó. Érted, és mindenki só volt. Mi? Team show. Ja, gyerekek, de szép korszak volt az. Istenem. Álltak a grupi. Az Újkígyósi grupi. Persze, csak utána hazamentek libát tömni a koncert után, úgyhogy nem volt semmi a buli végén. Sértetik az öltözőt, és azt mondták, Marika néni, megint maga az. Marika néni, ne haragudjam a Marika néni. Nem mondj Marikát, Marika az anyukám. Akkor Judit néni, megint maga ilyen egyedül grupikén. Hát Judit néni, szóljon már legalább a barátnőjén. Jó, van aztán kis hájas tésztát, aztán majd húsvétkor megyünk meglocsolni. Nagyon jó hájas tésztája volt. Jó, hogyha esetleg egy kis stage divingot vártok Feritől, akkor azt nem fogjátok megtalálni felvétel, mert veszélyes lett volna az a három ember közé leugrat.
És uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. Tegnap találtunk az interneten egy fiatal embert, pontosabban a Subba találta meg, és aztán mi is foglalkoztunk vele. Gyerekek, hát elképesztő, hogy emberek mire vetemednek. Tanfolyamot tart ő egyébként, és mindig azt mondom, hogy sosem az a baj, ha valaki ilyen tanfolyamot tart, 30-50 ezer forintért, ha valaki hisz neki és elmegy, szerintem ott van a nagyobb probléma. Ő ugye bemutatta tegnap interneten keresztül, mi belehallgatunk, a fonaljárást, ami azóta már egyfajta fogalom lett a Morning Show hallgatók között, mert hogy megmutatja, hogy hogy kell egy pasinak úgy menni, hogy csajozni tudjon, ne térjen ki semmi elől, és ha te megtanulod az ő fonaljárását, akkor te önbizalommal töltve tudsz majd csajozni, és minden nő zabálni fog téged. Bemutatja ez az ember, aki egyébként tanfolyamot is tart, és utána néztünk, a honlapján még rengeteg mindent csinál. A videó zseniális. Az is, és ugyanezt haza is tudod vinni, tehát az még külön szép benne, hogy akár ilyen teljes tanfolyami anyagokat is hazaviszel. Ezt most már, tehát ez a hivatalos neve, hogy fonaljárás, vagy ezt mi találtuk rá ki? Nem, ezt ő mondta, hogy olyan, mintha egy fonalat húznának, ugye? Olyan, mint egy fonalat húznának. Aminek nagyon fontos két eleme még, ugye a pozícióból indítás, illetve az erőből járás. Így van, igen. Hát a Subba is jól fölhúzta magát a videó, mert hát csúnya jelzőkkel illetik ezt a fiatal embert, hogy nem is akarom mondani. Mutatja meg, hogy gyakorold a járást, hát kapott jelzőket. Kapott jelzőket a fiatalember. Maga a videó egyébként tényleg szórakoztató, csak egy picit, hát ha valaki nem hallotta tegnap. Azért, mert hogyha magabiztosnak érzed magad, akkor az kiül a testbeszédedre. És hogyha testbeszéded is egyenes, és magabiztos, akkor az visszahat az elmédre. Egyértelműen kezd beépülni az, hogy te magabiztos férfi vagy. Tehát ez oda visszahat. Ahogy te állsz, ülsz egyenesen, illetve kihúzod magad, akár vigyázzálást produkálva és úgy elindulni, még mindig jobb, mint hogyha így vigyázz állás produkálva és úgy elindulni. Uh-huh. Ugye? Hát vigyázz állásban menni, nagyon szép. Igen, zseniális. Tömegen keresztül, vagy az utcán, akkor ne térj ki. És a kedvencünk? Mindig a másik térjen ki, ezt gyakorold, és inkább lassabban sétálj, mint hogy nagyon gyorsan. Ha csak nincs nagyon sürgős dolgod, akkor ne sétálj gyorsan. Tehát nagyon fontos, hogy ne térj ki. Ezt majd szemléltetni fogom, hogy ez miért fontos, illetve hogy lássátok az élő különbséget. Na szóval. Nem attól, hogy és a híres mondat, figyeltek? Megy. Ő már itt megy. Célorientált, tehát célom van, és nem tér ki bármilyen. Lehet tolókocsi, babakocsi, tehát mindegy mi. Adjál nekik, ne sétálgassanak az útvonalodba, ahogy te célra tartasz. Én így szerettem meg, szóval, hogy ennél kevésbé lehet, ennél kevésbé szimpatikusabb mondat nincs. Tehát menjél Váci utcában, mutatja meg egyébként a fiatalember ezt a férfi kommunikáció egyik jellegzetes módját, a járás, hogy hív föl magadra a figyelmet, ne tér ki, babakocsi. Így van. Lassan, de magabiztosan gázolját a tolókocsikon és a babakocsikon, ha nem tér neki az utadon. Ne és utána ki, pedig próbáld ki ezt a 4-es-6-os vonalán, és ajánljanám neki, igen, hogy igen. A villamos elől is igen. De maguknak keresik a bajt, nem? Hát nem látják, hogy egy magabiztos férfi közeledik ott? Fonaljárással? A fonaljárás. Na, és utána néztünk, hogy ki ez a fiatalember, és kiderült, hogy ő egyébként félkegyelműeknek, de hogy szervez egyébként tanfolyamokat. És én azt mondom, hogy igaza van. Tehát ha erre valaki vevő, akkor tessék ezt eladni a tanfolyam keretein belül, tessék ezt értékén tenni. Ha erre benevez 5 szűz pasi, aki szeretne megtanulni, ismerkedni, akkor abszolút igaza van. És van pénz visszafizetési garancia, ha utána nem tudom. Janit akartuk beíratni tegnap erre a tanfolyamra, igen. És ma reggel kiderült, hogy valójában szükségem van rá. És mert ugye konfliktus helyzeteket teremtek saját magam számára azzal, hogy konfliktus kerülő vagyok, igen. És ezért folyamatosan alárendelt helyzetbe kerülök. Folyamatosan. És igenis szükségem lenne valamire, ami mondjuk egy picit engem ebből a holdpontból kimozdít. Igen, folyamatosan
folyamatosan beállnak eléd a sorba, a sorra teszed szóba. Hozzáteszem. Tehát hétfőn, kedden és pénteken nincsenek probléma, szerda és csütörtökön, amikor az emberek egy kicsit morcosabbak, meg tényleg így azt gondolom, hogy egy kicsit így messze van számukra még a hétvég, és nem tudnak ellazulni, akkor mindig azokon gázolnak át, akik ezt nem teszik szóba. Már látják, hogy össze vagy esve. Nem ül ki a magabiztosságom a járáson. Igen, ugye Jani elmondta, hogy csomószor beállnak elé a sorba, bepofátlagodnak, soha nem teszed szóvá, mindig csak morogsz, nem mondod, nem szólítod meg, hogy ha-hó, te is a sorban állsz, elkerüld a konfliktust, hagyod, hogy hülyének nézzenek, és ezért eldöntöttem én már tegnap, hogy én befizetélek hozzá egy tanfolyamra. De előtte megkérdezzük, hogy mégis mit tud még a fonaljáráson kívül. Igen. Tegnap mondtuk, hogy mi őt előkerítjük. Úgyhogy felhívjuk Gábort, azt hiszem Gábornak hívják, és hogy mondjál ezt élőben a fonaljárásról egy kicsit, meg adjon tanácsot neked. Így van, alig várom azt a pillanatot, amikor tényleg, hogy félrelökhetem a tolókocsikat, a babakocsikat, és átkázolhatok mindenkin, hogy kifizethessem az újságot. Mi van akkor, ha két fonaljáró találkozik? Hop, hop. Tehát ugye? Akkor mi van? Aha. Tehát, ha jön szembe és egy fonaljáró. Ős robbanás. Születek egy új univerzum. És én megtanultam Gábornál a tanfolyamon, hogy ne térjek ki, mert én fonaljáró. És jön velem szembe egy szintén Gábor tanítvány, egy másik fonaljáró. Akkor azt a két fonaljáró összeütközik, akkor mi történik? Hát a gyengébb fonaljáró, mert nem lehetnek pont ugyanazon. Tehát a fonaljáró ki. Szinten ott érzik a feszkót, érzik közelednek, és az utolsó pillanatban az egyik elrántja a kormány. Tehát valaki kitér, a gyengébb. Aki korábban végezte a tanfolyamot, az ott marad. Így van, aki már járásban profib. Marad a profi, és a gyengébb kezdő, a gyenge kezdő kitér. Nem, azt ér ki, aki csak a Silver Minire fizetett elő, aki a VIP Minire, az biztos, hogy nem fog kitérni. Na. Itt fenn vagyok a honlapon, látom, hogy mi a helyzet. Nagyon durva dolgok vannak. Egyébként mindjárt megkérdezzük azt az embert, aki tegnap ott elindította ezt a hullámot, úgyhogy egyébként ő erről nem is tud semmit. Gábor, hello, jó reggel, ciao. Jó reggel. Hello, jó reggel. Gábor, szevasz. Jó reggelt a hallgatóknak és az uraknak. Nagyon, nagyon kedves vagy, köszönjük szépen. Te nem pesti vagy, ugye Gábor, jól tudom, hogy te valamelyik... Igen, hát Nyíregyházi vagyok. Nyíregyházi. És közben hívnak, de nem zavartakom magam, igen. Hát most ne csinálom, hogy éppen nyilatkozom, ha éppen nagyjá válsz, ne hagyd, hogy mozavarjon, ennyire profi. Te tudtad, hogy tegnap ott a fenn vagy a subban is? Megnéztem, tehát kaptam rengeteg ismerőstől tájékoztatást, SMS-be, illetve e-mailbe, hogy hallgassam, meg csak nem értem rá egyébként tegnap, szívesen meghallgattam volna, utólag belehallgattam, egyébként letöltöttem a... Ja, hogy bennünket meghallgattam, mi is beszéltünk róla. Sok. Sok? Igen. Igen. Na, beszélünk majd erről is. Figyelj, mi a hangosan itt filozofálgatunk, mi van, ha két fonaljáró találkozik? És ez szembe megy egymással. Akkor kitér ki? Hát az, akinek erősebb a magabiztossága. Nem azt ér ki. Az? Tehát ez a fonaljárás, most ez arra céloztok, amikor mondtam a videóba, hogy a fonal az tulajdonképpen a fejed búbjából jön, és akkor hogy ez a fonal, ez kiemelkedik. Igen, ezt mi tegnap óta a fonaljárásnak hívjuk, utána szabadon a... Ja, igen. Ugye a fonaljárás, de talán ezt a szót te is említed, igen. Jó, oké. Mi a kérdés? Van-e még kérdés? Mi csak most kezdtünk el beszélgetni, Gábor. Hát ne rohanjál, hát várjál. Hát itt érdeklődünk irántad. Mondja, Jani? Hallom. A videóban elmondod, hogy annyira magabiztosnak kell lenni, hogy adott esetben még egy babakocsi elől se térjünk ki, vagy egy tolókocsi elől, hanem szépen menjünk tovább. És ugye a kérdés az arra vonatkozott, hogy oké, de mi van akkor, hogyha a két fonaljáró találkozik egymással, szembe jönnek, akkor ki az, aki kitér? Igen, a videóban rosszul vágtuk meg, ugyanis kimaradt az a rész, hogy a babakocsi, tolókocsi utána, ha bármi rendőr, ugráló, kötél, le menő lány, vagy bárki jön veled szembe, traktor, az elő se tér ki, ugyanis gyakran a férfiakban irracionális félelmek vannak, és akkor ezek a félelmek... Az ugráló köteles kislányok? Mondjuk azoktól én is félek, Gábor, megmondom őszintén, az ugráló köteles kislányoktól mindig összetoljon magam, hogy meg... Én néha sírok is. Ja, tehát ezek az irracionális félelmek, ezek előjönnek, hogy már pedig túl udvariasnak kell lenni, túl előzékenynek. Először azt tanulja meg a férfi, hogy magabiztos legyen, és akkor utána lehet udvarias, sőt kell is, tehát természetesen nem arról van szó, hogy ne térjen ki senki.
Hát igen, azért, ha jön az egyes... Talán, ha csalódást okoztam. Dehogy is, nem. Én csak azt mondom, azért, ha jön az egyes villamos, talán tényleg érdemes. Érdemes kitérni. Megnézegettem a honlapodat. Van egy csomó minden, ami engem baromira érdekel. Az 5 perces szemkontaktus tartás mély testlégzéssel. Ilyeneket találtam én. Ez mit jelent pontosan, hogy szemezünk egy csajjal a villamoson, és közben szemkontaktust tartunk? Ha lehet most tőled egy ilyen gyors talpaló tanfolyamot venni, nem tudom. Nyilván ez másoknak fizetős, de ha élhetünk ennyi előjoggal, hogy az 5 perces szemkontaktus tartás mély testlégzéssel, az mi a fenét jelent egy? Hát minden leendő ismeremtől meg szoktam kérdezni előzetesen, hogy mi a motivációja. Tehát ti gondolom sikeres, boldog férfiak vagytok, akiknek a híresek, és itt tovább. Tehát, hogy igazából azoknak van szüksége bármilyen képzésre, akik nem elégedettek. Tehát, hogyha ti elégedettek vagytok, már pedig szerintem elégedettek vagytok a kapcsolatotokban, legalábbis ez a hír járja, lehet, hogy rosszul tudom. Forgatod a bestet, vagy miért mondod el? Járatod a sztori magazin, vagy belénk látsz, lehet. Igen, na mondjad, hogy mi ez az 5 perces szemkontaktus? Bocsánat. Tehát, hogy tulajdonképpen ezzel indult, tehát, hogy hiába beszélünk bármilyen technikáról, vagy bármiről, hogy most mit kell, hogyan kell csinálni, hogyha nem tudom konkrétan, hogy mi a motivációja, mi az, amiért szeretne fejlődni, amiért jobbá válni, vagy szeretne megvalósítani a céljait, akkor nehéz átadni bármilyen tudást. Figyelj, nekem két nagyon fontos dolog van, két fontos problémám van, miatt én évek óta örlődöm. Az egyik az az, hogy azt vettem észre például, hogy a nyári kitelepüléseinken csak azért akarják a lányok, hogy megrontsam őket, mert Sebestyén Balázsral dolgozok együtt. Tehát, hogy ez nem nekem szól. Nem tudja földolgozni ezt. Mert tényleg, tehát, hogy nem az én személyiségem vonzó számukra, hanem az, hogy a Balázsral dolgozok együtt, illetve hogy első kézből tudok hozzájutni a Feri receptjeihez. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy állandó konfliktus helyzet számomra, hogy nem merek kiállni magamért például egy újságosnál. Vásárolok egy újságot, oda jön valaki, betolakodik elém, én pedig ezt csak így tátott szájjal nézek, egy áldozattípus vagyok. Aha, na ezen már lehet segíteni, ez már motiváció lehet, igen. Mit csináljon a Jani? Például mindig beáll valaki a sorba, és soha nem szól, hagyja, hogy hülyének nézik. Ezekre vannak speciális gyakorlatok, nagyon-nagyon egyszerű ezeket kijavítani, ezeket a társasági hibák nevezett dolgokat. Társasági hiba? Ez a neve, hogy társasági hiba? Ha, ezt még nem hallottam. Nevezzük annak most. Társasági hiba. Közben rengeteg telefonjon, úgy látom van hatalma itt a rádiónak. Tehát, hogy tulajdonképpen speciális gyakorlatokat csinálunk. Tehát van egyfajta menete ennek, hogy honnan indulunk. És az a járás gyakorlattal indul? Vagy először jártok? Gondolom. Nem? Hát a járás az még az tulajdonképpen Az egy tévesen kirakott videó, tehát igazából azt csak úgy megcsinálhatod. Nekem mi a végzettséged, legyen... Gábor, egyébként? Mit végeztél? Mi a végzettséged? Az én végzettségem eredetileg számítógépes programozó, és utána lettem, tehát reklámügynökséget alapítottam Nyíregyházán, és utána pedig mellette elkezdtem trénerként. És mi a hivatalos verziója, amit te csinálsz? Ez micsoda? Ezt hogy hívják? Amit most eltűnnek? Hát azt a beszélgetést, hogy... nem erre gondolok, hanem amit te vagy, tehát amit te csinálsz. Csak kérdezem, hogy mi van a névjegy kártyádon, tehát minek apostrofálod magad, vagy mi a hivatalos? Hát férfi tréner, vagy társas dinamika specialista. Társas dinamika specialista. Aha. Igen. És kik mennek hozzád egyébként? Hát nagyon vegyes, de alapvetően három részre lehet bontani. Vannak a... Bolondok. A mérnök... számítógép programozók, jelentős részben ezek a kategóriák, tehát akik ugye a szociális életüktől egy kicsit visszahúzódtak, tehát akik a gép... Sokat ül a gép előtt, és nincs emberi kapcsolata. Nem tud csajozni, nem mer, nem akar, nem megy neki. Mi a másod? Akár, igen. A másik kategória van az a sikeresebb réteg, akik már elértek eredményeket, vállalkozók, ügyvédek. Ez lesz majd a Jani, mert én beírtam hozzá. Ugyanúgy mérnökök, és van egy pici hiba, vagy akár van párkapcsolatuk is, tehát minden negyedik, vagy minden harmadik hallgatónk, vagy tanulónk az egyébként párkapcsolatban van. És hogy szeretnék jobban irányítani, a kapcsolatokat jobban motiválni, a saját életüket, és itt tovább, tehát ez nagyon-nagyon szembeöltő. Neked egyébként van csajod? Neked van csajod? Persze. Igen, régóta? Most nem régóta. Először?
Igen, megtanultam saját hajónak. Nem kérdezem, hát ugye azt szokták, hogy aki nem tudja, tanítja. Ezért kérdezem, hogy megy egyébként? Hát a plénkarrierem onnan indul, hogyha lehet karriernek. Hát ez egy 13 évesen, ugye elolvastam dr. Veres Pálnak, szerintem lehet, hogy ti is ismeritek, hanem személyesen, ezt a könyvét, és akkor rengeteg ilyen szexuális tanácsnak nevezett, de hát randi tanács, csajozási tanács is volt benne. Na most az annyira sikeres volt, hogy tulajdonképpen 10 évig közöm nem volt a nőkhöz, tehát szó szerint még örültem, hogy már 13-hoz képest, aha, tehát aha. Még 10. Ja, mert még... Hát olyan 22 évesen volt az első csókom, tehát tulajdonképpen nagyon mély szintről indultam, és akkor így kutattam, hogy mit kellene, vagy mit lehetne csinálni, és akkor igazából az volt a cél, hogy legyek sikeres ember, ugye? És akkor először jó, akkor valósítsuk meg azt, hogy reklámcég. Megcsináltam a reklámcéget, és akkor elkezdtem foglalkozni kommunikációval, utána mellett barátom, tehát ilyen nagy problémáim nem voltak. Tehát 22-23 évesen, aha. Viszont mindig is volt olyan probléma, hogy a vonzó nőkkel, a vonzóbb nőkkel való kapcsolat, felvétel, vagy tartás, vagy csajozás, ki hogy nevezni, az kimaradt az életemből, így van. És azt elég későn kezdtem el, és akkor elkezdtem belemélyedni ebbe a témába, még mélyebben, rengeteg tréningen, előadáson részt vettem kint. Figyelj, én találtam még valamit az oldaladon, ez engem az érdekel. Mi az a domináns tonalitás? Ez micsoda? Tehát, hogy ezt is meg lehet nála tanulni, hogy domináns tonalitás. Ez mit jelent? Hogy ez hát miért nekem ez teljesen? A tonalitás az a tónus, tehát a hangszínre utal, a domináns az pedig az erőteljesség. De ez mit jelent? Vagy ez hogy kell elképzelni? Hát tulajdonképpen az, hogy valaki erőteljesen, magabiztosan, és egyúttal szeretetteljesen beszél. Tehát, hogyha valaki túl domináns, az agresszív, ugye az már jó, túl erős. De mert, én egy csaj vagyok. Tehát, hogy néz ez ki élőben? Tehát állok én a diszkóba, ott egy nő vagyok. Légy prezentál. Aki megmutatod a domináns tonalitást, odalépsz hozzám, hogy nem vagyok egy túl jó nő, mert azt mondtad, hogy az nem annyira. Mert jó nőhöz odalépni, egyébként Gábor megértem, az nem egy könnyű feladat. Tehát baromi jó nőhöz oda menni, a jó nők mondják a legtöbbször, hogy baromi magányosak, mert a férfiak félnek tőlük. Tehát ez szerintem sok pasik küzd, ez nem egy akkora baj. Domináns tonalitást te megtanulod, vagy te tanítod. Én ott állok nőként, és iszogattok egy Virgin Mojitot, te odajössz hozzám, mit mondasz? Vagy ez mit jelent? Segíts nekünk. Tehát, hogy mivel megyek hogy oda? Nem, hogy szól, ha te megszólalsz a domináns tonalitás hangján? Hát ezt gyakorolni kell. Tehát ez nem azt jelenti, hogy hát mi hangon igyekezni. Csak tényleg baromi kíváncsi, csak én nem tudom, hogy ez mi a fene se tudja, én nem hallottam, de hát van egy csomó technika, amit az ember Amerikában mondta, hogy ez mi csoda? Tehát ez mi az, hogy domináns? Igen? Oké, akkor megmutatom a különbséget. Nem tudom, hogy lehet közelíteni, hogy nem domináns tonalitásom, meg hogy lehet. Oké, ott vagyok. Domináns. Én azt mondom neked, hello. Csak a csajos hangon van mondjuk, igen? Oké, a rossz verzió. Hello, meghívhatlak egy italra, talán. Ez a rossz. Ez az is melyik a jó? Én erre azt mondom, hogy a rossz verzióra nem, igaza van Gábornak, erre azt mondjuk, hogy nem. Ez van italom nem és barátom is. Van italom, van barátom. Hogy néz ez ki, amikor domináns tonalitásból jössz? Azt pedig úgy néz ki, hogy hello, szerinted éjjelék legszebben a fények vagy nappal? Az, hogy a kérdésem már összezavart, tehát én nem tudom a domináns tonalitásra figyelni, mert majdnem lepisültem a bokámat. Én most nő vagyok, egy Virgin Mojito, és éjjeléknek az a fények. Na, most az van, hogy egyébként megleptél. Basszus meglept. És mi a válasz? Még azt, ha megtudhatjuk. Basszus kizökkentettél. Tehát éjjeléknek... Aha, tehát hogy nálatok a Nyíregyházán nappal se kapcsolják le a közvilágítást. Hát szólunk a polgármesternek, hogy ez nem egy jó élethelyzet. Pontosan, tehát olyan kérdést kell bevetni először is, ami vitatkozás ösztön. Tehát ami lehet így mosolyogni, vitatkozni, és a lányok nagyon szeretnek ebbe belemenni. Mondjuk sokkal jobb, mintha úgy indítottál volna, hogy szerinted popsiba megcsalás. Tehát én megértem egyébként. Tehát jó, abszolút megértem, hogy ezzel az éjjelégnek a fények vagy nappal kérdéssel, Gábor, te kizökkented. A különbség lényege az igazából az, hogy magabiztosság, az, hogy erő legyen benne, és szeretet. Tehát, hogy ne úgy közelítsük meg, ne se félénken, se túl agresszíven. Ez a domináns tonalitás. Mm-hmm. Ebből meg lehet élni, Gábor, egyébként, csak kérdezem. Tessék? Meg lehet élni ebből? Tehát jól élsz ebből? Hát, szülken. Mert igazából ez a magyar piac egyelőre nem alkalmas arra, hogy a reklámcég vezetőként sokkal többet kerestem meg. De nem, most mondtad, hogy szűz, féltékeny, vagy nem féltékeny, átlásos palik mennek-e hozzá, tehát tudod, látom, hogy egy csomó tanfolyam van. Mondom, ez kis része, tehát kb. 10-20% akik
üzgátlásos. Van ilyen réteg is valóban, igen. Jó, mit csináljon a Jani? Egy utolsó kérdés. Mit csináljon a Jani? Te tényleg beállnak elé a sorba? Ma reggel megint elmondta, hogy egy idősebb bácsi beállt elé, elvette egy újságot, nem fizette ki. Ott áll. Nehéz ezt így feldolgozni minden szerdán. Majdnem elküldték, hogy kisfiam, te inkább iskolába menjél, majdnem odaszóltak Janinak. Hogy... Azért kéne segítened, mert romokban van. Ha léteznek két mondatos tanács, akkor már milliókat keresnék az ügyesség. Tehát dolgozni kéne nagyon. Ja, hogy kezded el a felkészítését? Dolgozni, gyakorolni. Tehát ez olyan, mint a tánc, nem tudom, tanultatok a táncolni, hogy hiába mondom el, hogy hogy kell ezt a mozdulatot csinálni, attól még nem fogjátok megcsinálni, hanem az gyakorolni az alaplépéssel. Na jó, de akkor az alaplépéssel kezdjük el. A Jánosnak mi legyen az első lecke? Oké, akkor az első lesz. Akkor így végig megyünk egy hónapon keresztül, minden nap szépen. Nem. Ez egy való, tehát azt hiszed, hogy ez egy valós probléma, hogy szegény Jani naponta beállnak elé a sorba. Bárnak elé a sorba. Oké, az első lépés mondjuk legyen az, hogy csak annyit csináljon minden nap ötször, hogy köszön az újságosnak, és utána elköszön anélkül, hogy vett volna bármit, és ez mi? A legelső lépés. De most nem az újságossal van baja, hanem... Most nem az a cél, hogy hülyét csináljak magamból az újságos előtt, hanem hogy ne állnak be elé. Az a baj, Gábor, hogy mindig beállnak a Jani elé. Nem mindig az újságossal, hanem nem. Azon van, aki elé. Mindig beállnak a Gábor elé, vagy mindig beállnak a Jani elé, félrelökik, és azt mondják, hogy kisfiam, te inkább az iskolából legyél, mondják ezt szinte a Janinak, és beállnak elé úgy, hogy kilökik a sorból, mert nem tisztelik, hogy a sorban áll. Most konkrétan hülyét csináltál volna belőlem, ráadásul az újságos lány meglehetősen csinos, oda mennék ide. Állnék ott egy picit, mint egy idióta, mondjuk és aztán bizony a hello, és elmenni. Ja, én bírom, akkor, Gábor, ez nem rossz. Annyira vétes helyzet, akkor nincs megnyugodtam. Nincs. Jó, akkor... Hát gondolkodok egy pillanat. Legyen az első blikre, hogy... Dominánsabban lépjen oda a pulthoz például, hogy ne férjenek be elé. Lehet az is, de igazából mondjuk én azt javaslom, most már rájöttem, hogy menjen oda, beszéljen az újságos hölgyel, mondjuk két vonatot, várja meg, míg sorra kerül a következő vásárló, és menjen vissza, őt alakodjon. Na ez a Jani, ez de jó! Gábor, ez jó. Tényleg. Tehát, hogy ha téged félrelöknek, akkor legyél inkább te az, aki félrelöksz. Igen, de értem. Minden szeretettel, de magabiztosan. Szeretettel, magabiztosan. Vagy idős nénit, vagy tessék. Tehát közben elborítsuk fel a babakocsit. Aha. A babakocsit és a kerekeszét. Gábor, köszi, érdeklődtünk iránt, tehát kíváncsiak voltunk, hogy mi van a jelenség mögött. Én a fonaljárásos videódat nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Köszönöm, a második verzióban meghívlak, mint modellnek, hogyha szeretnél. Jó. Beszéljetek még erről. Egyeztessünk. Én látom, Balázs, hogy felcsillant a szeme. Egyeztessünk. Nagy lehetőség ez neki. Jó. Még annyit, hogy igazából pont az a videó nagyon jó, hogy ezen jelzelődtetek, mert igazából a férfiaknak azt kéne felvállalni, hogy nem kell tökéletesnek lenni. Vállalja fel, aki van. Ez lejön a videóból, igen. Ez lejön, ez erősen lejön azért, igen. Tehát fel kell vállalni, és akkor lehet, hogy nagyon sok nőt vagy embert elveszít, de ugyanakkor néhányat, az pedig nagyon erős kötődés lehet kialakítani. Gábor, ez egy szép végszó volt. Köszönjük, jó munkát neked, vigyázz magadra. Ciao, ciao. Szenzációs SMS-ek. Meg vagyunk a Janival, én az őrülök. Én mindig azt mondom, hogy ettől színes a világ. Mit kell csinálnod? Hát nekem elébe kell mennem a dolgoknak, nekem kell tolakodni. Igen, de kedvesen, tehát erőből kedvesen. Erőből kedvesen. Tehát nem kell büdös bonyom húzás, nincs milyen mondat. Megfogom két oldalra a fülét, és ráhúzom egy hizagerére a homlokát, tehát ez nincs. Ez nincs. Hegedi a megfelelőt, fizess elő egy újságra, Jani. Ez az. Igen. Gyerekek, egy nagyon jó SMS jött. Annyi jött csak. Nyíregyházi vagyok. Sajnálom. Semmi gond, nem a te hibád. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Érdekes témával folytatjuk, mert egy hallgatónk elküldte nekünk, és itt búzítanánk mindenkit arra, hogyha bármit lát, tapasztal, átvágják, érez valamit, vagy nem tetszik neki valami, vagy lát valamit, vagy tényleg egy szolgáltatóval baj van, morningshow@classfm.hu, küldjetek el nekünk e-mail formájában, ha tudunk, akkor foglalkozunk ezzel, mert egy hallgatónk volt olyan drága, és elküldött nekünk egy megdöbbentő éttermi számlát, amiken tényleg elképesztő, és még adhatnánk az éttermeknek tippeket, hogy mit lehet még esetleg beárazni.
mert a számlán egyébként úgy tűnik, hogy ők valójában hárman voltak, mert hogy mindenből hármat ettek, és egészen korrekt árak vannak egyébként, mint túrógombóc kókuszmorzsával, meg aranysárga tyúkhúsleves. De ezt rendeltek is, ettek is. Ezt rendeltek is, akkor... igen. Minden szuvidált marhapofa, mint a dijoni mustára, de jó, jóféle étteremben lehet. Jogosnak tűnünk, hogyha ezeket nem is fogyasztották. Vajhal, vörös lencse krémmel. Megjött a számla, ami 44.170 forintról szól. Hmm. Ez egy komolyabb kajálás lehetett. És a számla végén van egy meglehetősen érdekes tétel, amit az ember nem tud hova tenni, de majd tulajdonosok is írhatnak nekünk, illetve hallgatók, hogy egyetértenek vele, vagy nem értenek egyet vele. Ott felvezettek egy tételt, miszerint teraszfűtés. Nagyon jó. Teraszfűtés. Aha. Mennyi volt? Teraszfűtés 2500 forint. Az igen. Hogy nézzük meg, hogy jogos-e, mi van akkor, ha valaki nem kéri, hogy van az, hogy te kéred, nem kéred, szólnak előtte, nem hát szólnak előtte. Hát van, aki a másik asztalán nagyon fázik, és azt mondja, hogy tesó, adjál még egy kabátot, mert én nem kérek 2500 forintért fűtést. Egyet, ez milyen fűtés? De most, ha te kéred például, és átsugárzik hozzám, akkor nekem is kiszámlázzák. Tehát ülünk egymás mellett, mondjuk 2 méterre egy asztalnál, te fázol. Nem kapsz egy spanyol falat körbe. Kérsz egy gombát, egy ilyen hőgombát, te fázol, de azt hozzám is át, akkor én is fizetek 1200-t? Hát, én odaszólok meg. Hát, adjál már bele, mert látom, hogy... Igen, 2500, hey, akkor... Hey, öreg, látom, hogy leveted a kabátodat. Ha, igen. Patincs át egy ugolt a teraszfűtés 2500. Látom, már nem üdelektek egy ezres, dobál bele a számát. Ez hogy van, ez olyan hőgomba lehetett, amit leraktak nekik, vagy ezt mindenkinek felszámolnak egyébként, aki kint ül a teraszon, 2500 forint teraszfűtés. Nem, ez egy alapján, fűtetlen terasz volt, ez egy hideg terasz volt, és ők a kaja mellé rendelték ezt. Tehát azt mondták, hogy honfitált marhapofa, meg vizé, meg kérjünk szépen egy kis almapürét is, meg egy pohár vizet, és legyen még egy... És legyen még egy fűtött terasz. Ez rajta van az étlapon. Szerintem ezt ők lehet, hogy megrendelték. Kérték külön. De mi van, hárman voltak, és csak egy valaki ült a gomba mellett? Mert ugye itt egy adag fűtött terasz van kiszámolva. Aha. Tehát itt az van, hogy teraszfűtés egy. Tehát nem az, hogy teraszfűtés három, miközben konfitált kacsacombasz három almakrém, tehát ők hárman voltak, egy valaki ült a gomba mellett. Biztos lehet, hogy ez egy ilyen hőgomba, és nem pedig kivittek egy tollkabátot. Értem. És még valakinek valami? Egy kis meleget, ha kérhetném, egy kis fűtőt, picit fázom, és kiment valaki, és ráterített. Uram, parancsoljon, tessék, és kapott egy tollkabátot. És erre számoltak föl 2500 forintot, mint teraszfűtés. Most nem nagyon értem az árképzését a dolognak, a 2005-öt, mert van az elektromos fűtés, ami így fölülre ilyen paneleket építenek be, A vagy a B, amit te mondtál, a hőgomba. A hőgombás fűtés. Hogy azt az összeget, ami a 2005, hogy az hogy jött ki? Óra volt rajta. Óra volt a propánbután palack és a hőgomba között volt egy beszerelt óra, az ott pörgött, és oda mentek, és akkor nézem, oké, hány köbméter. Tehát ők hosszasan elidőztek az étteremben valószínűleg, mert ugye több palackból is fogyott, nyilván elbeszélgettek, hogy azt időre számolod? 13-tól 16.30-ig itt ültek, az 2005. Ha csak egy órát ülsz, akkor kevesebb? Vagy ez egy átlag ár, mindenki kifizeti a 2500-os teraszfűtés? Valószínű, hogy ez egy asztal kifizeti egyszer a 2500 forintos fűtési díjat, mint terasz díj, nem? Tehát, hogyha te kint akarsz ülni a teraszon, azért az egyébként elég szemtelen, nem? Nagyon. Mondjuk meg őszintén, 2500 forintot felszámolni azért, hogy neked meleg legyen a teraszodon, ez elég szemtelen. Főleg annak tekintve, hogy 44.000 forintot fizettek, tehát mondjuk 41.500-at fizettek volna egyébként is, ami nem kevés egy háromfős ebédért, ugye? Igen. És akkor erre még így rápatintasz. És erre még jön egy 2500-es teraszdi. Melegetek volt, na. Szemtelen. Valóban szemtelen. Két dolog érdekel engem még nagyon ezzel a dologgal kapcsolatban. Egy, mennyit fogyasztott az a rohadt gomba? Mert hogy egyébként most a szolgáltatótól függően kb. 130-150 forint között mozog egy köbméter gáznak az ára, tehát hogy azért számoljunk utána, ez nem kevés. De ha ez hogy van egyébként, hogyha az étterem feltesz egy új burkolatot mondjuk, és leburkolják a teraszt, ami mondjuk 100 négyzetméter, és te azon mondjuk 3 négyzetméteren üldögélsz, akkor felszámolnak neked egyébként, tehát mennyit területen üldögélsz, és beszállsz az új burkolatba? Teraszfoglalási díj? Ilyen alapon, akkor egy csomó mindenért fel lehetne számolni még díjat. Nem? Stabil burkolat. Tehát stabil burkolat, te ott ülsz, és szépen mit tudom, kihasítasz a teraszból egy 3 négyzetmétert, te kis asztaloddal, akkor kiszámolják, hogy 500 ezer volt a terasznak a burkolása, akkor részarányosan fizessél. A tiszta evőeszköz, élére hajtogatott szalvéta. Igen. Abrosz díj. Tényleg a terasz bútorra, hogyha tesznek egy párnát, akkor az már kényelmi díj neked? Ha? Kényelmi díj, hogy párnán ülsz? Tényleg. Egy ebe virág van az asztalon?
Hellóka. Tényleg. De az lehet, hogy egy ilyen, ez lehet, hogy ez egy csomagban van mindez. Tehát az volt, mit tudom, kényelem 1800. Az kényelmi szolgáltatások 1008. És akkor te megmondhatod, hogy bejössz, hogy te nem kérsz párnát a feneked alá, meg vigyél a világot. Akkor azt levonják. Azt írja valaki, hogy azt hitték, hogy a hőgomba is valami élete specialitás, és bekérte. Tényleg. Azt írja, hogy akkor egy túrós, vagy egy túrógomb volt, egy vajha a vörös lencsekével, hőgomba. Hely, megkóstol ezt a hőgombát, te 2005 ér ezt a hőgombát. És kiszámlázták nekik akkor, hogy 2500 forintért a terasz fűtés, mert ők bekérték a hőgombát. Nem kért hozzá köret, csak úgy. Állandat úr, hőgomba. Egyébként én ezt a szervizdíjat is utálom, de te, aki ebben dolgozol, vagy ezt is csinálod, ezt mondd már meg nekem, hogy miért kell nekem beleszámolniuk a szervizdíjat? Mi az, hogy szervizdíj 2500 forint, vagy 10%? Miért? 10% szervizdíj. De miért? Egyáltalán mit kell megjavítani? Hogy? Én is mindig megkezdem elnézést. Összetörtünk valamit? Elrobott a villa? Hogy van ez? Ez külföldi szokás, külföldről jön. A legnagyobb pofát. És ott úgy van a fizetés, meg szerintem egy csomó helyen itthon is, hogy a pincér fizetésében az is benne van, hogy ő kap egy alapot, a többit pedig ebből a szervizdíjból szedi össze. De hogy az miért nem marad a vendég privilégiuma, hogy eldöntse? Hogy ad-e vagy sem. Hogy ad-e vagy nem. Mert nem miért adna. Kell? De nem, szerintem ez nem ja, így jó. Van. Ez nem így helyen. Van. Ha jó a kiszolgálás, ha normális a pincér, ha udvarjas vagy, nem kell, hogy körbe nyaljon, csak ne legyen paraszt. Akkor adsz, nincsenek nagy elvárásaid. De ez ilyen alapon a pincér sincs motiválva, hogy jó fej legyen, hiszen mindig benne van a szervizdíj. Tehát ez egy nagyon rossz rendszer. Nincs benne, akkor a pincért motiválod az, hogy kedves legyen, odafigyeljen, kiszolgálja. Egyébként meg úgyis megkapja. Automatikusan megkapom, mi van? Tök mindegy, hogy milyen vagyok, úgyis kifizetik nekem a 10%-ot. Ez miért jó? Ez én nem az, szeretem azokat az éttermeket, ahol alapból, hát hagyd döntsem el én, nem, hogy szeretem-e azt a helyet, vagy szeretem-e a kiszolgálást, vagy nem. És nem a kaján múlik. Tehát én sosem úgy adok egyébként, hogy nem ízlet, mert az egy szubjektív dolog, hogyha valami nem ízlik. Kinek adod, de akkor kinek adod? Tehát a pincér munkájára adsz? Én csak arra adok. Aha, én, a kajára nem az, hogy jól nem. Dolgozott a szakács? Nem, mert az egy szubjektív dolog, ő lehet, hogy a szívét, lelkét beletette, de én nem úgy szeretem. Az egy szubjektív dolog, ízlésről vitatkozni nehéz. Én akkor adok, ha udvarjas, ha jött, ha segített, ha megpróbálta megoldani, ha a gyerek kiöntött valamit, és látom, hogy nem húzza a száját, hanem segít összetörölni, akkor szívesen adom. Az, hogy most nem úgy csinálja a túros tésztát, attól én nem veszem el tőle a borravalót, mert lelkesen hozta ki, dolgozott vele, letette az asztalra, megterített neked, segített, nem függ össze szerintem a kajával. Nyilván a túros tésztát kérsz, és kihoz 3 trapista sajtot, áfogja neked. Hát egy kicsit azért nem gondolkodsz. Ha a dolog is hozzád már két bundás kenyeret a konyháról, akkor azért nem biztos, hogy megszorom őket. De hogy az döntse el a vendég ezt a 10%-ot? Nem értem. Hát van olyan vidéki étterem például, ahol én tudom, hogy nagyon közepes a kínálat, így a kiszolgálások tekintetében mindig visszajárunk, mert annyira kedvesek, hogy ez kárpótol mindenütt. Tényleg. Közepes a kaja, de visszajártok meg kedvesek? Igen. Hát miért nem jártok meg akkor egy adag, hogy ezt erre nem tudjuk. Miért nem hívjátok át a kiszolgáló személyzetet, a pincéreket, és főztök ki, és eztek egy adag a jó társaság vagytok, és jót is eztek. Ez a rosszat teszünk, de jó fejekkel, hát akkor miért nem barátkoztok inkább? De közepes azért nem rossz. Itt van egy hallgatónk, haló, jó reggelt! Jó reggelt, hello, sziasztok! Hello! Na, te mit tapasztaltál éttermi számlán? Mi történt veled, vagy mit számoltak föl, amit te nem éreztél jogosnak? Egy barátommal mentünk Miskolc irányában, és úgy döntöttünk, megállunk. Ebédelni mondta, hogy az étterem neki szimpatikus, megálltunk, megebédeltünk, és a végén vettük észre, hogy ki volt éve az asztal közepére ugye a fogpiszkáló tartó, és ki volt ráírva, hogy 10 forint per darab. Ne! Ez is a legalja. Ne. És az azért komoly árés. És elnézést, uram, szeretném megkezdeni, hogy akkor hány fogpiszkáló mennyi volt? Miért hozom a számot, leszámolnám a fogpiszkálót, de minden asztalon 10 darab van, megnézzük, mennyi hiányzott. Ez a leges legalja. Lehet, hogy van egy ilyen CSR-számok, egy ilyen eszköz, a bank egy számláló automata, bedobják, hogy a fogpiszkáló. Ami ugye be volt csomagolva ezek a kis fehér tepetókban. Milyen igen. Volt a végén egy ilyen kis zöld színezés? Tehát mentolos volt? Mert az drágább. Csak kérdezem. Nem. Tehát ez a klasszik, annak 20 fillér körülbelül darabja, ha kiszámolod, mert egy ilyen étteremben ilyen 5000-es csomagot vesz belőle, 20 fillér de darabja. De lehet, hogy 10 forint. De már hogy számoltak föl? Megkérdezték, hogy mennyit használtatok? Vagy előttetek leszámolták a fogpiszkálókat az asztalon? Nem történt semmilyen. Ki volt írva, hogy 10 forint per darab, és automatikusan ott volt a számlán. Aha. Két darab fel volt számolva automatikusan. Akkor inkább megfaragsz egy gyufaszálat már, nem? De várjál, úgy hát, hát, ez is használtátok, automatikusan felszámolták?
Igen, hát rajta volt a szám, mert nem kérdeztek itt semmit. És egy ember egy piszkáló, vagy kettő piszkáló? Egy ember egy piszkáló. Egyet számoltak, egyet. Ez azért is duplán aljas, mert ha kiveszel egyet és felszemelek, oké, de hogy nem is nyúlsz hozzá, nem is használod, és még 10 forintot rádob a számládra, nem a 10 forint, inkább az el, hogy rohadjon. Nagyon szemtelen. Köszi, hogy elmondtad. Igazán nincs mit. Köszi, sziasztok. Hello. Na nézzük még egy-két SMS, nagyon jókat írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy körúti étterem 6-ig önkiszolgáló, 6 után à la carte, 5-kor az önkiszolgálós kajákat leakciózzák, és a kasszánál szólnak, hogy az akciós kajákat csak az étterem bizonyos részei lehet elfogyasztani. Hú, de kemény. Ki van jelölve egy hely? 5 előtt amúgy bármelyik asztalon fogyasztható, ha az akciós kajával rossz helyre ülsz, jön az étteremvezető és szól, hogy ülj át máshova, mert te akciós kaját eszel. Aha. Ez milyen már? Nem tudtam, hogy akciós kaja, csak leültem valahol, és átültettek egy másik helyre. Mert az alakártos vendég 3-szor annyi pénzt fog fizetni, mint te, aki akciós kaját eszel, érted? Tehát neki jár a kilátás, és fogod a kis brassolyat, és átülsz a másik oldalra. Eljegyzésnél a ki nem mondott üdítőket számlázták 2500 forintért, mondtam, hogy ki se bontottuk, nem nyúltunk hozzá, mire ők mondták, elvihetik. Hát nem akarom, köszönöm. 2500 forint. Megköszöntem, hogy ilyen figyelmesek, de nem szeretnék 8 darab 2 literes üdítővel távozni. Ez vonatkozik a borokra és a sörökre is. Spóroltam mi majdnem 20 ezeret. Adri írta ezt nekünk. Köszönjük szépen. Balaton brassói apró pecsényt ettünk, ki volt írva, hogy 1000 forint, fizetünk 1500-t. Mikor megkérdeztük, hogy miért, azt mondták, hogy 1000 a brassói, 500 a krumpli. Ugye? Rohadékság. De az a brassói az a hús és krumpli. Nem, hát mekkora ganéság. Brassói. Hát de a krumpli. Hát a brassói az csak a hús. Szép, ezért ez szép lehúzás. Szép lehúzás. Bécsi szelet. Hát külön a panír, külön a hús. Ja, bizonyám. Itt van még egy hallgatónk. Halló, jó reggelt. Hello. Jó reggelt, sziasztok. Ez ugye nem teljesen éttermi történet, de ahhoz kapcsolódik, hogy milyen érdekességeket vettél észre számlán, ugye? Igen. Tehát te mit láttál? Kollégám mesélte ezt néhány éve. Autót vitte szervizbe, és miután elhozta, nézegette a számlát, akkor ott volt egy ilyen pár száz forintos tétel, hogy motorház fedél felnyitási díj. Jó, gyerekek, ez egy... Nem áll! Jó, ezt én is vittem sokszor szakszerűz, a kerékleszedési díj és a kerék visszarakási díj azért az nagyon kemény, mikor fékpofát, féktárcát cserélnek, és a kerékleszedési díj darabonként 4000 forint, hogy drrrr, és lekapja a kereket. Beszélgettünk, hogy azért ez is egy komoly szakma, mert annyi típust kiismerni, hogy mindet ilyen nagyon hatékonyan tudja kinyitni azért. Más cseréli a fékpofát, más veszi le a kereket. Ezt azért írják be, hogy hát ha nem veszi észre az ügyfél, hogy motorház tetőfelnyitási díj, és akkor keresett egy 500-at. Nem azért, hogy nem veszi észre, hanem mert a teszt is felszámolják, hogy 500 forintért nyitják ki neked a motorház tetőt. Ez a szakszervizés egy külön téma lehetne. De akkor az is, hogy kinyitottam az első ajtót, behelyeztem a kulcsot. Nem, mert az egyértelmű felé, de a motorházat nem mindenki tudja. Hol a jó Isten van az a lovagban? Hol kell ezt kinyitni? Ez nagyon kemény. Attila, köszi, hogy elmondtad. Szívesen. Ciao. Hello. Márka szervizben vettem az autókhoz gumiszőnyeget, 300 forint volt a behelyezés. Nagyon jó. Csak nem mondhatod, hogy hagyja majd én, mert hagyjad. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Napok óta kapjuk az SMS-eket, ugye, hogy meghalt Vágó István, és egész egyszerűen kiírthatatlanok ezek a posztok. Már te is túl vagy, Jani is, én is, Kaszatibi is, mindenki, aki a közszereplő, hogy egyszer valahogy az van, hogy én balesetben, a Tibi, nem tudom, betegségben talán. Van, nehéz, nem balesetezi, nekem van. Igen, az egyik legdurvább agyrákban haltam meg, ami eleve az én esetemben egy kizáró tényező. Tehát, hát pedig igen, helye van. Fura volt, helye hogy van. Nem tüdőt írtak, vagy tehát agyad értettem, nem is értettem, hogy már szinte dicséretnek vettem, hogy nem is értettem ezt a jelzőt, hogy agyrák. Örültél az elismerő szavak. Igen, ez én esetemben ez barokos túlzás, ugye? Tehát ez egy orvosi ellenmondás. Ilyen nincs. Jó, de hogy ilyen tényleg nincs, hogy agy, tehát mi az, hogy agyrák? Hát tumornak mondják inkább. Igen, de hogy agyrák az nincs. Az okát fejtsük már meg, aki ezt elindítja, mielőtt megkérdezzük. Lájkvadászat. Ennyi? Persze. Tehát oda klikkelsz, lájk.
számodhoz el lehet adni. Hát lájkvadász oldalak csinálják ezt, hirdetési felületeket adnak el, de teljesen egyértelmű. Vagy szeretnek. Vagy szeretnek. Nagyon szeretnek. Tízig összerakom a sok kis téma között. Igen, tehát ez az oka. És Vágó Istvánról is megjelent egy hír. Mi szerint, ugye hát azt írja, egyébként egészen megdöbbentő módon, elképesztő pofátlanok egyébként, hogy gyógyszer túladagolásban elhunyt Vágó István, ismert televíziós kvíz műsorvezető. Tehát beteg, mert gyógyszert szed. Érted? Igen. Már ott van az alap. Igen. És akkor utána még rámegyünk erre, hogy túladagolta magát. Egyébként az a Vágó István, aki egy gyakorlatilag ilyen realitások talaján élt, tehát nyilván, ha valamilyen gyógyszert szed, akkor az az első, hogy jó, kétszer kettő, akkor azt igen, nem az lépett. Nem kétszer három. Igen, nem kétszer három, nem kétszer két és fél, tehát ha két, ő az érzeket szerintem betartja. Igen, most itt kiderült egyébként aztán, hogy itt egy olyan oldalról van szó, ami... Hát tulajdonképpen ez egy ilyen blogszerűség, egy ilyen nekrológ blog, ahol nyilvánvalóan visznek szánt szövegeket, terjesztenek el egyébként, de gyorsan elterjedt a hír. Tehát nem értették, hogy emögött ugye az van, hogy ő egy homeopátiás tüntetés szervez, kipróbálja magán a homeopátiát, erről szól ez a kis bejegyzés. És ezzel adagolta túl magát. És ezzel adagolta túl magát tulajdonképpen, viszont ez szányra kapott, és hát elterjedt, hogy... Aha, hogy Vágó István meghalt, hogy elhunyt, így van. De most őszintén gondoljunk bele ebbe az egész történetbe. Nagyon sok olyan ember van, aki fél információkból él, azok alapján tájékozódik, nem néz utána a dolgoknak, nem megy fel az internetre, egyáltalán nincs is internete. Na most valahol ez így megjelenik, lejön egy újságban, lejön egy szalagcím, nyilván a bulvárlapok is úgy hozzák le ezt a hírt, hogy szépen ki van emelve maga az a tény, amit tényként közöltek, de hát tudjuk, hogy itt egy fals dologról van szó, vagy tudni véljük, hogy egy fals dologról van szó. És az emberek egy része ezeket tényként kezeli. Átveszi, és azt mondja, úristen, hallottad Margitka, a Vágó úr, elhúgy. Pont nem ők a veszélyesek, szerintem, hanem pont az a veszélyes, aki elolvasta ezt a nekrológ blogot, ugye, ami arról szól, hogy leírja, hogy elhújt Vágó István, de hogy azért, mert túladagolta magát ilyen homeopátiás szereke, ami ugye nem nagyon lehetséges dolog. Tehát erről szólt, valaki ezt elolvasta, és nem értette, hogy miről szól. Érted? És neki volt internetje. De nem értette, hogy miről szólt a dolog. Mert igen. Aztán már aki ez így lecsapódik, hogy elhunyt Vágó István, az... Igen. Ha valaki üzemeltet egyébként egy ilyen oldalt, írja már meg nekünk, hogy ez hogy működik, hogy valaki oda klikkel, és ebben mennyi pénzt lehet szerezni? Vagy ebben mennyi pénz? Mert az, hogy velem is megcsinálták, tényleg... Már akkor mi is csinálunk egyet. Egyrészt, igen, leginkább azért. Én ezen sem nem háborodtam, föl sem nagyon érdekelt, tehát, hogy nem verte ki nálam a biztosítékot, sokak erre érzékenyebben reagálnak, talán nem nagyon izgatott, hogy a halálhíremet keltették, de mégis, hogy körülbelül mennyi pénzt lehet ebből egy hónapban összeszedni? Nem akar, ha nem akarja, nem hívjuk vissza, csak írja meg, hogy ő egy ilyen oldalt üzemeltet. Milyen bevétele van egy ilyen rossz ízű pénzszerzési módnak? Mert nyilván mindennek van határa, nyilván mindenki a saját etikai mércéhez képest akar pénzt keresni, nekem van egy ilyen oldalam, és minden nap leírom, hogy valamelyik közszereplő agyrákot kapott, vagy meghalt. Bár ez nem egy olyan oldal, ez egy olyan oldal, akik nem ezt csinálják, ők egy ilyen blogoló oldal. És ők viccnek szánták, kicsit ilyen hírcsárdás stílusban, és akkor így terjedt el. Tehát most talán egy kicsit másról van szó, de nagyon sokan csinálják ezt pénzszerzés miatt. Mennyi pénz jön ebből be? Ugye, nem lájkot vadászol konkrétan, hanem ugye kattintásszám. A kattintásszám, mert utána azzal már tudsz menni a hirdetőhöz, hogy nézze meg. Igen, itt volt 2015 február. Február 4 és mit 500 ezer kattintás volt. Így van, hát forgalmat generálsz egy oldalra, és utána ezt az oldalnak a felületét értékesíted tulajdonképpen. Erről szól. Én megmondom nektek összetél, hogy alapvetően egy érzelmi alapon gondolkodó ember vagyok, én utálom ezeket a híreket. Hát nem csodálom őket. Persze. Nagyon sokszor van, így a múltban is ugye előfordult már többször, hogy egy ilyen hírt feldobtak az internetre, és van egy rakás olyan ember, akit szeretek, akinek a sorsa érdekel, akiket elismerek, és amikor azt látom, hogy jön egy ilyen hír, akkor én abban a pillanatban megyek fel a netre, és nézem. Én már besedőlök neki. Nézem, és látom, hogy megint kacsa. Ha ez nem Origo Index hírkereső, hanem valamilyen ilyen, de azok ugyanis ezt nem veszik át? Tehát, hogy ott kell megnézni. De hol akadsz bele? Tehát akkor ez hol terjed? Ha Facebookon vagy, akkor ott terjed. Hát például úgy, hogy elküldi a hallgató nekünk SMS-ben.
Én hát... abban a pillanatban megyek is fel, és lecsekkolom, ellenőrzem, hogy, hogy nehogy az legyen, hogy mit tudom én, mi itt ülünk a stúdióban, és közben történik valamilyen tragédia valahol az országban egy olyan emberrel, akinek a sorsa foglalkoztat minket, igen, vagy engem. Vagy mondunk vele kapcsolatban valami egy poént, amilyen átokül rajtunk, ugye, mondunk vele kapcsolatban egy poént, és nem tudtuk, hogy mondjuk 8 órakor ez a dolog megtörtént valójában, és 9-kor még... És már látjuk a lelki szemünk a következő címlapot. Bedobunk valamit, úgyhogy egyébként nem tudtuk, igen, és ennek ugye nyilván nagyon sokan örülnének, hogy végre újra hibáznánk. Szóval ez egy érdekes, érdekes dolog. Tényleg, ha valaki ilyen oldalt üzemeltet, egyrészt, hogy hány kattintás szám után fizetnek, hány kattintást kell elérni, mi a mérce, van-e mérce, örülnénk, ha tudnánk vele hírek után beszélni, hogy gyerekek, én ezt csinálom, nem érdekel, nekem ebből pénzem van, aljasabb módon is keresnek pénzt emberek, nem ítélkezni akarunk, csak meghallgatni, hogyha mondjuk ezt a nevünkkel adják el, akkor abból mennyi pénz jön be, nem? Tudjunk, mert mi nevünkkel keresnek pénzt, meg további közszereplő pénzével, valahogy nevével, nem? Ez egy érdekes dolog. Na, hívjuk fel Vágó Istvánt, hogy nem azért, hogy életben van-e, nyilván ennek nem dőlünk be, hanem ha már egy ilyen apropót feldobtak az interneten, akkor hogy hogy van, mit csinál, hogy telnek a nyugdíjas évek, akar-e televíziózni, merre járt legutóbb, és... És hogy élte meg, hogy ilyen hírek terjednek róla az interneten? Igen. Itt vagyok. Jó reggel! Hello, jó reggel! Jó reggel, kívánok! Ilyen kicsit síró, vagy ilyen földön túli volt, amúgy ez az itt vagyok. Hát nézzétek, hallgatlak benneteket, és nagyon magabiztosak vagytok abban, hogy én az vagyok, aki pedig. Hát ugye van közöttetek valaki, aki isz a lélekvándorlásban például. Én vagyok, nem igen, én vagyok. Hát honnan tudjátok, hogy én nem, hogy én valóban nem haltam meg, és újra élek, az is lehet, hogy akivel most beszéltek, az egy második reinkarnációja a Vágónak, nem? Hát az is lehet, de ugye nem akarlak már egyből a beszélgetés elején fölhúzni kell, hogy legyél a lelked egy köztes állapotban, körülbelül 49 napig, és csak utána öltesz testet, ami minimum 9 hónap, hogy megszülessél, majd beszélni tudjál. Tehát te nagyon gyorsan... 49 kell hozzá? 49 nap, az a bordó. Akkor én vagyok. Na jó reggelt, hello. De mit szólsz, amikor ezeket olvasod? Mit szóltál, amikor így gondolom sokan fölhívtak, hogy figyelj Pista, életben vagy, mert azt olvastuk, hogy meghalt. Igen, igen, nagyon helyes emberek hívtak fel, és nagyon helyes emberek olyan féltő gondoskodással küldenek üzeneteket, de száz szám. Hát gondolom, hogy ugye hallom, veletek is megtörtént már az ilyesmi, és hát ezekre azért az ember kedvesen válaszol az elején, aztán egy picit már ingerültebben válaszol, és aztán legyint rá, hogy rendben van, tudomásul veszem. De meg kell jegyeznem, hogy azért ti is összekutyultok ám mindent. Vegyétek tudomásul, én 3 évvel ezelőtt haltam meg gyógyszer túlmagagolásban, és most agyvérzésbe hunytam el. Ne hagyjam, hogy ez megsértettünk. Most akkor agyvérzés volt. Aha. Na jó, de ha 3 évvel ezelőtt meghalt a Vágó István, akkor volt ideje a 49 napra, a 9 hónapos megszületése, és még meg is tanulhatod beszélni, tehát te tényleg nem a Vágó vagy. Most elbizonytalanodtam. És akkor most agyvérzést. Egyébként ezen felhúzod magad, amikor a neveddel így visszaélnek, és azt mondod, hogy a fene vigye, hát ne így keressenek pénzt, azt mondod, hogy figyelj, nem érdekel. Én ezt tudomásul veszem, hogy valaki így akar feltűnni, úgyhogy én nagyon egyetértek azzal, hogy akartok beszélgetni azzal, aki ezt a honlapot üzemelteti. Engem is érdekel, hogy miért csinálja. Engem is érdekel, hogy ebből neki van-e pénze. Megjegyzem azonban, hogy túl azon, amit ti mondtok, hogy rámentek különböző honlapokra, és hogy megpróbáljátok ezt a dolgot igazoltnak venni, azért ez egy különösen aljas címről jön, mert mindenki arra hivatkozik, hogy a Hír 24 írta meg. Na most ez nem hír24.hu, hanem hír-24.info. Pontosan olyan, mint hogyha én üzemeltetnék egy rádiót, aminek az lenne a neve, hogy class-fm.info. Aha. Uh-huh. De és akkor te annyit mondanál csak, hogy ez a Klassz FM, persze. Hogy a Klassz FM-ben mondta, és nem is hazudnék, mert valóban csak a kötőjelet nem mondom. Tehát ez nem a Hír24, hanem ez egy teljesen más, obskurus, bár arra a honlapra hát összekeverhetően hasonlító címről érkezett. Tehát még a dizájn is hasonlít ugye az eredeti Hír24-hez. Nem. Hogyha valaki rámegy, akkor nem. Nem, korán sem. Uh-huh. Nem, hát a Hír24 azért az egy profi módon kinéző honlap, az, amin az én halálhíremet közlik most, az viszont hát egy ilyen, én tákolmánynak mondanám, szóval az is fel kellene, hogy tűnjön
nem beszélve arról, hogy ugye van egy nagyon szép nekrológ rólam, komolyan, egy könycseppet el is töröltem. Írtak, de ezen a honlapon írtak rólad? Nem az, hogy írtak, hanem van egy videó, amire ne kérdezitek, hogy hogyan terjed. Hát úgy terjed, hogy akkor tudod megnézni a videót, hogyha egyébként ezt közzé teszed a Facebookon. Uh-huh. Aha. Na most akkor viszont elmondok mindenkinek egy trükköt, aki mindenképpen meg akarja nézni az erről szóló videókat. Hogy úgy tudod a Facebookon közzétenni, hát ez már picit kell tudni Facebookozni, hogy a közzététel nyomán te be tudod állítani, hogy mindenki láthatja, a barátaid láthatják csak, vagy csak te magad láthatod. Ez be lehet állítani. És ha beállítod, hogy mindenki láthatja? Akkor viszont terjed, mint az influenza, de úgy is be tudod állítani, hogy rendben van, közzéteszem a Facebookon, de csak én láthatom, ezt tettem én. Tehát én úgy néztem meg ezt a videót, hogy rákattintottam, ahogy ezt egyébként a honlap üzemeltetője is kívánta, viszont csak én láthatom. Tehát így állítsák be, és így pikeljenek rá. És sírtál? Tehát milyen az, amikor az ember megnézi a saját nekrológiát? Azért az egy érdekes élethelyzet, nem? Valász, egyébként. De hát hozzászoktam már, ugye 3 évvel ezelőtt volt ez a homeopátiás túladagolás nevezetű, hát mit mondjak, happeningünk. Úgyhogy ehhez képest, ugye a 3 évvel ezelőtti halálhírem az vicces volt, mert hiszen pont azt használta ki, amit egyébként én felvállaltan csináltam, tehát hogy bizonyítsuk azt, hogy a homeopátia nem arról szól, amiről sokan gondolják. Ez a mostani, ez kevésbé szellemes, mert nem volt különösebb aktualitása. Hát ne haragudj, hát az agyvérzése mindenkinek lehet. Ugye, hogy az agyrák sokkal különlegesebb? Ráadásul te ismersz az én esetemben, az ugye egy kizáró tényezőt. Hát, hagyjad már. Ne ostorozz magad, majd ő megteszi. Igen. Szóval ez így szólt. Voltak a nekrológban tárgyi tévedések, amiket esetleg szívesen kijavítottál volna? Nem. Nagyon szép volt, és meg voltam adva, és kedves volt. Szóval nem, ez rendben volt. Balázs benne volt a nekrológban? Hogy együtt dolgozott, Ágó István, aki együtt dolgozott. Hát ez egy olyan rövid szösszenet volt. Hát erre már én sem emlékszem. Szeretnéd azt te felejteni, de még felriadsz néha éjszaka, és felügöltesz, hogy hol vagy. Igen. Balázs, majd még találkozunk. Na, valamelyik túlvilágon. Pont ezt akartam kérdezni, ha már ide át is eveztünk, hogy televíziózás. Ezt teljesen elengedted, és éled a nyugdíjasok nagyon nyugodt életét, amellett, hogy nyilván politizálsz, de most erről effektíve nem is akarunk beszélni, sokkal inkább a televíziózásról. Vagy van benned még egy olyan, akár műsorterv, akár ötlet, akár egy külföldön látott formátum, hogy ezzel te most még szívesen foglalkoznál? Nem, vagy ezt letetted? Én letettem. Letetted végleg? Igen. De lehet ezt tenni egyáltalán? Ugye hát ez egy nagy kérdés, hogy... Nem sokára megtudott te is. Na hát ezért kérdezem, hogy ezt úgy egyszer csak az ember egyik pillanatról másikra elengedi, vagy évek alatt hozzászoktatja magát a gondolathoz, hogy egyszer vége lesz, és én akkor... Én szerintem ez attól függ, hogy mennyire szervezi magát az ember egyetlen egy téma köré, vagy egyetlen egy foglalkozási ág köré. Például, hogyha nekem mindenem lenne, vagy lett volna a televíziózás, és csak azért annak éltem volna, hát akkor effektíve, ugye a kirúgatásom után tényleg meghalhattam volna, már abban az értelemben, hogy hát akkor nincsen további célja az életemnek, de nekem van. Tehát én el vagyok ezzel a nevezük közéleti tevékenységgel, ezzel elég sokat foglalkozom. Járok, nem mondom meg, hogy hova, nem mondom meg, hogy milyen oldalon, úgyis tudjátok. Rendben van, vigyázok. Köszönjük szépen. Ez kitölti az életemben. Azért odafigyelsz a tévéműsorokra, az újdonságokra? Többé-kevésbé. Talán valamivel kisebb. De nem mondd már, hogy nincs olyan, hogy így nézel a tévét, és akkor mit tudom én, megy egy műsor, mondjuk az egy perc és nyersz, és akkor azt mondod, hogy ájj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 j
Hát ki írta ezt a hülye kérdést? És csak csapsz a térdedre. Egyébként most, hogy mondod, azért így van. Tehát én ezt a kérdést máshogy tenném fel, talán ilyenek vannak, igen. De nem nosztalgiából, egyszerű emberi felháborodás. Hogy te ezt máshogy kérdeznéd. Igen. Uh-huh. És mi van a másik nagy szerelmeddel, az utazással? Azért azt látom, hogy itt-ott azért megjelensz. Én még azon gondolkozom, hogy hova tudsz? Tehát, hogy hova mész, ahol te még nem voltál? Hát ugye most nem régen, persze ez relatív, voltam egy dél-kelet-ázsiai úton, Dél-Korea, Tajvan, és hát úgy néz ki, hogy a
Kaukázus lesz a következő. Te sportolsz valamit, vagy mozogsz valamit, nem. Vagy csinálsz valamit? Semmit? Nem. Néha kártyázol. Kártyázol. És a dohányzás az még ugyanúgy? Tehát egy szenvedélyként ott van? Jó tesz ez nektek, hogyha erre válaszolok. Igen, jó, én veled vagyok. Kíváncsiságból kérdezem. Akkor röviden mondom, igen. Az ott van. Igen. És a sportra hát miért vágtál? Talán ez a hosszú élet titka, hogy egy szép kört csináljunk ebben a beszélgetésben. És a sportra miért vágtad rá ennyire, hogy nem? Tehát, hogy ez egy... Ezen nincs olyan, amit szeretnél, vagy nem érdekel? De sokat fotballoztam én annak idején, de aztán történt velem egy ilyen véletlen baleset, és akkor azt gondoltam, hogy ennek akkor most már vége. Inkább ez volt benne a szomorú, hogy én ezt tudomásul vettem, hogy többet én nem fogok focizni. Meg hát egy foci meccs az másfél óra, addig nem lehet dohányozni. És addig nem lehet rágyújtani. Hát igen, azért... igen. De nézni lehet, az jó. Az igaz. Vágó István, hogy köpköd a gyepen. Kevesebbet hallok a szkeptikusokról. Mi történt? Abból kiszálltál? Buddhisták lettek? Vagy végre rájöttetek, hogy tévedtek? Végre rájöttetek, hogy mi van itt a háttérben, és feladtátok. Ez jó, igen. Szóval egyre inkarnálódott Vágó Istvánnal beszél, szóval be is ragaszkodom hozzá. Igen, de nem foglalkozol vele, vagy nem csinálod? Dehogyne, hát látod, hogy ezzel kezdtem én is. Hogy kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán utána mentek-e ti, például vagy te személyesen, Balázs, hogy beszélj egy reinkarnálódott emberrel. Mert még egyszer mondom, lehet, hogy most is egy olyan... Hát István, minden nap ilyenekkel beszélni. Én erre azt kérdezem, hogy láttál már $1 milliárd egybe? Miért? Mert annak ellenére, hogy nem látod, azért az még létezik, nem? Igen, attól, igen, erre azt szokták mondani, hogy és láttam már tejáskarnát a hold másik oldalán? Nem. Nem, de attól még lehet ott. De nem, így van, hogy csak azt hiszem el, amit látok, de köztünk ez egy hosszú beszélgetés. Nem, azt hiszed el, aminek van valami racionális alapja. Ha azt mondok egy másikat, hogyha az nem ellenkezik egyébként tapasztalatainkkal, vagy a fizika törvényeivel, és így tovább. De hát ez hosszú téma. Ez egy hosszú téma lenne, igen, de mondd meg akkor nekem, hogy van az, hogy mondjuk én 2 éve homeopátiát adok a gyereknek, és működik? A gyerek. A gyerek. Ugyanúgy működne homeopátia nélkül is. Igen? Igen. Tehát elindul egy középfölgyulladás, amit mondjuk 5 évig mi antibiotikummal kezeltünk, az elején meg tudjuk ezt állítani, és nem kell, akkor a gyerek magától gyógyul meg? Vagy tudja, hogy placebót adok? Hát egyrészt magától is meggyógyul, ez teljesen természetes. Másrészt azért, ha antibiotikum kell, akkor ne homeopátiát. Nem, ezt mondom, hogy amikor szól, hogy fáj, megállítjuk, ha már középfölgyulladása van, nyilván akkor antibiotikum. De hogy régen azonnal antibiotikum, most pedig meg tudjuk állítani, és elmúlik. Figyelj ide, ne keverjük a rossz orvost a tudománnyal. Tehát minden tudományának vannak rossz művelői. Ez borzasztó érdekes, hogy persze, hogy amikor elviszed egy orvoshoz, és ő eltolja, mert ilyen van, az soha nem merül fel, hogy egy homeopata orvos rosszat ír fel. Az mindig jót ír fel. Hát hogy van ez? Hát gondolkodjatok. Nem tehát lehet rosszat felírni nyilvánvalóan, tehát nem tudsz rosszat csak felírni. Csak jót? Hát nem. Feri, ugye viccel? Nem. Azt mondom, ugye azt mondod, te azt állítod, hogy homeopata orvos nem írt fel még soha rossz gyógyszert. Azért nem ír föl rosszat, mert hogy nincs hatása egyiknek sem. Mi egyet mondunk, én mióta vagyunk, én veled vagyok de jó, ebben. Hát én szoktam, dehogy nem, én szoktam a Balázsnak ellent mondani ezekben a dolgokban. És ilyenkor meg is paskolod egy picit az orcáját. Hát próbálom, de azt még nem engedi. De azért, mert nem tud fölírni rosszat, az egyenesen azt jelenti, hogy akkor ez a dolog nem jó, vagy nem működik, mert akkor ártani kellene? Nem. Én ezt arra mondom, hogy akkor, amikor a tudomány kudarcairól esik szó, akkor általában ez mindig egy rossz orvos, vagy egy orvosi tévedésnek tudjátok be. Tehát mivel az orvosnak nem sikerült meggyógyítani, ezért a tudomány rossz. Aha. Ez egy téves gondolkodás, mert a tudomány jó, de vannak rossz orvosok. Szembeállítva a homeopatákkal, akikkel kapcsolatban még soha nem hallottam, hogy ez a homeopata orvos rosszat írt fel. Tehát a homeopátia rossz. Nem. Igaza van a Ferinek, egy homeopata orvos nem tud rosszat felírni, hiszen semmi hatása nincs a szernek. Na de akkor mitől gyógyul a gyerek? De ez a jó kérdés.
Na most, hogyha meggyógyul köszönöm. A gyerek is... Na álljunk meg egy pillanat, azért ezt most köszönöm. Ezt találjuk, kivásoltuk. Csak összejött, köszi szépen István a beszélgetés. Igazából csak egy önigazolás kellett végre Balázsnak. Profi itt hagyja abba. Na, szóval, hogy akkor mitől gyógyul a gyerek? De hát azt érdemes megnézni. Na most én azt mondom, hogy tegnap például esett az eső, ma meg meggyógyult a gyerek, következésképpen, ha előző nap esik az eső, az jót tesz a gyereknek. Hát ilyen következtetésekre lehet jutni. Lefordítom. Adtam homeopata szert a gyereknek, holnap meggyógyul, tehát a homeopata szernek következtében. Ez egyáltalán nem biztos. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk állapítani, ahhoz körülbelül 1000 gyereket kell megnézni, abból 500-at kell homeopataszerrel, másikat pedig nem homeopataszerrel kezelni, lehet harmadik csoport is, amely meg nem kap semmit. És nézzük meg, hogy van-e közöttük szignifikáns statisztikai különbség. De az, hogy az én gyerekemnek adtam szert, másnapra meggyógyult, ebből még nem következik semmi, mert nem tudjuk, hogy mitől gyógyult meg. Lehet, hogy a szertől, lehet, hogy mástól, lehet, hogy magától. Tehát ezért nagyon veszélyesek ezek az egyedi történetek, ezt mi úgy szoktuk mondani, szkeptikusok, hogy ezek az anekdoták. Anekdotákból nem lehet következtetéseket levonni, nem beszélve arról, hogy egyébként amikor egy gyógyszert törzskönyveznek, akkor se fogadják el az egyedi történeteket. Hogy nekem a szomszédomban lakik Mari néni, ez volt a baja, adta meg ilyen szert, és meggyógyult. Ezt nem lehet elfogadni bizonyítéknak, mert 1000 Mari néni kell hozzá legalább. És nagyon jól ellenőrzött körülmények között megnézni, hogy mi az, ami végleg hatott. Érdekes érvelés, pokorra kerülsz, de érdekes érvelés. Hozzájártam, nem rossz. Hidd el, én is ott leszek, 1000 évig Balázsot fogok vezetni, és mindig magammal kell. Mindig magammal kell ülni mindenkire. Te leszel a műsorvezető, és mindig önmagammal találkozom a fal másik oldalán, és a fejemre olvasom az összes művet. Én is ott leszek, meg ott kell ülnök az első sorban, és tapsolni. Jaj, de jó kérdés. Valamiért azt látom a Balázs arcán most így az utolsó 10 perc után, hogy ebből nem lesz rendszer, hogy hívogatom. Dehogy nem, én ezt tényleg annyiszor megígértük úgy is, hogy hívunk, hogy imádok erről beszélni. Főleg veled, hát mi azért így a forgatások alatt is erről elég sokat beszéltünk. Igen. Na jól van, hát örülünk akkor, hogy jól vagy, és hát vigyázz magadra. Aztán lehet, hogy egy-egy ilyen általam sokat favorizált körben egyébként hívnánk, vagy témakörben, erről már úgyis volt szólás, földön kívüliek, chemtrail, ugye ezt talán még ígértük is egyszer. Ezeket úgyis szeretjük, az a tartozunk. Még tartozunk egymásnak. Egy jó kis chemtrail, bizonyítás, igen. És hát köszönjük, vigyázz magadra, örültünk, hogy hallottuk a hangodat. Köszönjük szépen, Vágó Istvánnal, köszönjük szépen, ciao, hello, hello. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Gyerekek, mi van ezzel a medvével? Mondjatok nekem erről pár mondatot. Hát, aki egyébként itt van Magyarországon, és Lengyelországból jött. Tehát hát azért azt, hogy ne felejtsük el, hogy csak úgy átsétált Szlovákián, vagy hogy van ez? Hát ez a fura egyébként az egész, és azért jó felvetés, mert lehet, hogy már nincs is itt. Mert azt tudjuk, hogy 40 km/h sebességgel tud futni egy medve, ha nagyon akar, de azért azt ne felejtsük el, hogy Ivo, mert hogy neki egyébként neve is van, Ivo Lengyelországban lett regisztrálva medveként. Na hát ez az. Utána pedig fogta magát, és elindult így torony iránt, és azt mondta, hogy hát érted, köd előttem, köd utánam, nekem le akar egy néhány határ, és úgy átgyalogolt keresztbe Szlovákián, mint a pinty, aztán feltűnt nálunk. Hogy azért tényleg azért érdemes egy picit elidőzni, hogyha most csak így megindult torony iránt. Hát azért ott van egy-két autópálya, autóút, egy-két, mit tudom, benzinkút, kisebb-nagyobb város, hát, stb. Bement, ivott egy kávét. Ötvös cirkusz, stb. Ivott egy presszó kávét, kért egy pogácsát. Hogy az hogy érkezett ide? Most állítólag visszafordult, és ön helyes kis cikket olvastam, hogy mit csináljál, ha medvével találkozol, ezt talán ugye te is olvastad, hogy mit kell csinálni, bizony, hogy a medve téged beazonosítson, mint ember. És miért fordult vissza? Lehet, hogy csak előrs volt. Felmérte a telepen, visszavett a többiekért, a családért. Szabad a határ. Szabad az út. Hát ha vannak ugye, a szokásos történet, hogy ugye ne csapjál nagy zajt, meg kezdjél hátrálni, meg stb., de most vannak új információk is ezzel a dologgal kapcsolatban, tehát úgy védekezünk a medvétől, hogy ha már észrevett minket a medve, ez egy nagyon-nagyon okos gondolat szerintem, emeljük fel a kezünket fejmagasságba, kezdjünk el fütyűrészni,
dúdolni, elkelni. A készfel emelés az mi, hogy megadom magam? Így van. De akkor mit fütyűrészel? Mert ha megadom, nem, ha fütyűrészel, akkor viszont almát. De mi az, hogy az a beazonosítson? Én nem értettem ebben a cikkben. Tehát, hogy beazonosítson, mint ember. Tehát azt gondolja távolról, hogy te egy nyúl vagy, felrakod a kezed, elkezdesz integetni, énekel, és azt mondja, ja, fütyű, ja, akkor mehet. Hát akkor ember. Mert tudja, hogy a medve, tudja medve, hogy az ember tud fütyülni? Nem, azt nem tudja, hogy az ember tud fütyülni szerintem, de azt tudja, hogy a szaros nem tudja felemelni az első két kezét. Nézd már, felrakta a kezét, érted? Nincs is agancsa, nincs is szarva, hát akkor ez nem szarvas. Így van. Igen, csak a cikk írója azt mondta, hogy nem lehet. Fütyüljél, tapsoljál, emeld fel a kezed, és mutasd azt a medvének, hogy te ember vagy. Így van. Aha. Ma most érted? De mert a medve eszköztárában az ember az nem étel, és akkor ott hagy? Hát az étel nem fütyül, nem tudol, és nem emeli fel a kezét. Biztos, nagyon fura volt a cikk. Tehát én már csak azt vártam, hogy emeld fel a kezed, kezdj el táncolni, énekelni, és járjál el egy néptáncot. Ezt be tudja azonosítani, és kézzel el a szituációt, hanem ott állsz a medvével szemben, elkezded lassan felemelni a kezed, és akkor azt mondja, brum, brum, Bruno, munkás medve, van-e neki éppen táncos kedve? És aztán érte, hogy jön ki a Viki a házba, és azt látja, hogy jött kettel a táncoltak egy medve. Gondold el, a medve is megcsinálja. Maradj ott, ahol vagy! Azt olvastam, táncolni kell! Egyelőre sikerült feltartanom! Menjétek ki a hátsó kiállatot! És a vadász üvölt, ne engedje le a kezét! Ne engedje le a kezét! És ott táncolsz egy medvének, érted? Ez mennyire életszerű? Képzeld el. És gondolod, hogy hányan táncolnak most szlovák erdőben, mert hogy azt hallják, hogy valószínűleg ott a medve. Vagy lengyel erdőben is. Mindenki feltett kézzel jár most a szlovák és bármit a magyar határvidéken. Bármi nagyszörösöt, vagy beazonosíthatatlant látnak, igen, vagy esetleg meghallanak valami recsegés, ropogást a bokorban, a pillanat minden turista, hogy És jön az erdész egy sima zöld lada dívával, és mindenki feltett kézzel táncol neki. Így van. A rohadt életben megint csak az erdész. De mi van, ha ez az 50 cirkusz medvéje, csak már annyira tagadják, hogy eltűnt, hogy elindult egy ilyen Lengyelországból, jött meg, be van azonosítva, persze. Hát óránként elhagynak állatokat, vagy két óránként kiszabadul. Persze. Állat, ez nem lehet? És az a cirkuszi medve tud táncolni, nem? Azt tud. Na, hát akkor ha te táncolsz, akkor ő is elkezdi. Az a baj, hogy oda kell gurítani egy nagyobb méretű labdát, és hogyha elkezd rajta hátrafelé sétálni, akkor az 50 cirkusz. Igen, igen, vagy gyorsan pelenkázd be magad, nagyon sikítozni, és ha odér is barátkozik, akkor azt hiszi, hogy te vagy a majom. A pelenkázott majom. Mikor én ilyet látnék, hogy egy ember feltett kézzel táncol egy medve előtt, valószínűleg elfelejtek segítséget hívni, inkább felveszem. Nem? Tehát most gondold el, kimész, nem tudom, a Börzsönybe túrázni, és azt látod, hogy ott a Kovács család feltett kézzel táncol a medvének. És ott a medve meg ilyen unottan eszi a málnát. Hát nem hív segítséget, hát azt inkább felveszed, nem? Hát egyértelmű, hát iszonyatos like számokat lehetnek kapni fel a YouTube-on. Meg nincs veszélybe az ember, hát miért hívná segítséget? Hát táncolnak ketten. Ha? Igaz, jogos. Hát én nagyon-nagyon szerettem ezt a hírt. A legszebb egyébként egy hónappal ezelőtt, amikor szintén volt ilyen hírve kettő, akkor az volt a jó tanács. Hogy hangoskodjál. Hangoskodjál, most már ne hangos, és akkor az volt, hogy ne akar szelfizni a medvével. Ezt is leírták, hogy ne szelfizz a medvével? Ne szelfizz a medvével. Hát, mondjuk egy bikin, biztos, hogy próbálnék kattintani egyet. Ha nem teljesen test közelből, de azért az ember csak megpróbálja lefotózni, nem? Hát azért a medve az ritkaság. Nem? Nincs sűrűn. Hát nincs, és ráadásul olyan nincs sűrűn, aminek tudod a nevét is, mert hogy ugye Ivónak hívják. Ezzel is érdemes egyébként próbálkozni. De azt a lengyelek adták neki? Igen. Aha. De a medve vajon tudja, hogy ha én felteszem a kezem, én megadom magam? Tehát a medve érti ezeket a jeleket? A medve gondolatolvasó lehet? Ő tudja? Vagy értékeli ezt a gesztust? Hát, hogyha nincsen kő a kezedben, a felemelt kezedben, amit éppen hozzá mutatni kell a tenyeredet, hogy nincsen benne semmi. És azt kell mondani, hogy nincs csiszenni. Most tényleg mit csinálsz, találkozol, hogy elrohansz, nem? Vagy megmerevedsz? Nem, mert gyorsabban fut, mint te. De nem kezd el üldözni, hát ez hülyeség. Kaja vagy, hát dehogy nem. A medvének nem vagy kaja. Hát a medve nem. A medve nem feltétlenül. Hát a medve nem húsevő, nem? Vagy hús, dehogy nem, ragadozó. Hát vagy elébe kell menni a dolgoknak. Hogy? Lefekszel a földre? Nem, meg kell támadni. És megkatorka harapod, vagy mi? Figyelj, mert a meglepetés az önmagában az nem jó védekezés a medve ellen. Érted? Megijeszted? Oda rohansz bele, csimpaszpac a bundájába. Mi? Jó, ha van nálad is. Á, ez szerintem hülyeség.
Hát hogy viszel magaddal egy ízét, egy adaglépes mézet? Nem, egy maci mézet. A medve egyébként mit gondol az ő identitásáról? Ha egyet kérdezhetnék, én biztos, hogy ezt kérdezni. Mit gondol a medve? Tudja magáról, hogy ő nem az, akinek lát téged? Tehát egy medve és egy ember találkozik, így nézeget téged a kis kapusztis felsődben. És ez olyan fura ez a csávó ebben, nem tudom, milyen felsőben. Hát vagy az rajta, hogy te is medve vagy. Én nem ő vagyok. Ha meg tud különböztetni, akkor tudja, hogy ő más. Ha tudja, hogy ő más, akkor tudja, hogy ő egy medve? Hát kell, hogy legyen valami identitása. De milyen identitása van a medvének? Tudom, hogy medve vagyok? Vagy csak lát egy szarvas, és azt mondja, nem, én nem ilyen vagyok, brum, brum. Mm-hmm. De nem tudja, hogy ő egy medve? Ő olyan, mint én, tehát olyan, mint én, akkor mi medve. Oda tartozunk, ők nem olyanok, mint mi, ő meg nem olyanok, mint ők. De most gondolj bele, hogy ez egy ilyen érdekes és filozófikus dolog, hogy mit tud a medve? Én lemegyek négy kézláb, és elkezdek ott egy ilyen medvejelmezben brummogni, oda jön a medve, és... És jó, megcsinál. De most csak kérdezem, hogy szedem ott a málnát, mert vicces vagyok, és kimegyek medvejelmezbe. Oda jön a medve, ő akkor megismeri, hogy én is medve vagyok, vagy ha leveszem a jelmezt, tudja, hogy hoppá, hát ez nem lehet, nem mehetünk tovább, mert ő nem medve. Hát szerintem azért csak bepróbálkozik, nem? Szerintem ilyen formás kis popol. Igen, szerintem csak bepróbálkozik. Mert lehet, hogy ezért, hogy gyanús, de nyús, de jó szűk. Vagy valahogy, tehát hogy valami, biztos, hogy van benne valami. Biztos, hogy bepróbálkozik. De mi ez a hülyeség, hogy produkáld magadat a medvének, mert ő kevésbé eszik meg? Hát ez teljes baromság. De akkor ő tudja magáról, akkor neki tudnia kell magáról, hogy ő medve. Lehet, hogy egyébként a medvének a fejében egy totál, tényleg ez a fajta káosz, hogy semmit nem tud, semmire nem tud nevet mondani, hanem hogy ez más, ez nem olyan, mint a többi. Ezt a múltkor kihánytam, most már nem eszem meg. Ja, egyszerűen ezt egy néptáncost kihányt egy medve, és ezért neked a, is most kell. A mállára gondolt. Meg az egresre mondjuk. Érted? Az egyiket szereti, a másikat nem. Szerintem ő tapasztalati úton dönt el mindent. Viszont, gondoljunk már bele, hogyha a medve valamilyen tapasztalatába beledöglik, akkor még mi? A halálos ágyán átadja az utódainak. A többieknek. Kollektív tudat van. Kollektív tudat? Kollektív medve tudat. Azt olvastam, hogy májusban és júniusban van a párzás. Akkor megvagy. Aha. Hát felétek van a legtöbb fa, emlékeim szerint. Én nem akarok párosodni egy medvével, én most nem ezen filózom, hogy milyen jó lenne egyszerűen. Nem ez a kérdés, az a kérdés, hogy ő akar-e vele. Szerintem ez a nagyobb probléma. De honnan, tehát hogy milyen identitása van az állatoknak, engem ez érdekel leginkább. Mi az identitásuk? Mit tudnak? Tehát egy ló különbséget tud tenni maga között és egy medve között? Ha én lovagolok és találkozok a medvével, és az én lovam ránéz a medvére, tudja, hogy ez egy másik állat? Ha tudja, hogy másik megijed. Állat, akkor tudnia kell, hogy ő viszont egy másik állat. Érted? Ha medvét lát a lovad, akkor megijed. Ha másik lovat lát, akkor nem ijed meg. Tehát tudja, hogy ez egy másik állat. Sőt, azt is tudja, hogy félni kell tőle. Uh-huh. Igen. Igen. Ez érdekes dolog egyébként. Ez kb. Így van. De minden esetre most a párzási időszakban már akkor gyakorlatilag most kezdődött el. Most kezdődik, csak, májusban kezdődik a párzási időszak. Csak óvatosan. Tényleg. Tehát, hogy senki, négy közlem ne közlekedjetek az erdőbe, ez, nagy, nem, ez nagyon fontos. Ne. Jó? Tehát senki ne közlekedjen négy kézláb az erdőbe, és ne dörgölje oda a farát semmihez. Még ebben az a durva, hogy azt hallgatja valaki, hogy táncolni kell a medvének, tényleg mondjuk kimegy, mert egy jó breaktáncos, hogy ír egy hallgató, elkezdett nagyon helikopterezni a medvének, meg nem tudom, földön csúszni, mert a medve párzási időszak, meg rettenetesen elkezdett, csak azt hallotta, hogy táncolni kell a medvének. És szerintetek nem lehet azzal mondjuk felhergelni egy medvét, hogyha visszautasítod? Hogy? Hát ha például hogy mész, magadhoz mész, közel engeded. Még futsz igen? Az erdőben, az ösvényen tudod, a kis, hogy egy és kettő pulzusszám, megvan, jó, van, még két kiló, még te, igen, és megjelenik a medve. Megjelenik a medve, de egy nőstény medve jelenik meg. Észrevesz téged. Te ott állsz dermedve. Ott állsz szembe, mind a kettőle vagytok dermedve, igen. A medve végignéz rajtad. Lassan megfordul. Lassan lemegy négy kézlábra. Megfordul. Hát nem utasd! És nem nagyon utasd. Kacéran hátra néz a segge felett rád. És kacsi. Na most. Hát, a fene se tudja, hogy mi a jobb megoldás. Egyébként, ha most az életem között kéne választani, vagy hogy legyen egy kalandom egy medvével. Hát akkor nem mész, és azt mondod, hogy felnézel az égre, keresztetet, azt mondja, hogy Szűz Mária, most segíts, és letolod a Nike sortod. Istenem, most mivel? Figyelj, nekem két gyerekem van. Én még látni akarom egy futás után is a gyerekeimet. Ha a nőstény medve azt mondja, hogy elengedlek, Bali.
De legyünk 10 percet együtt. Hát te is látni akarod a gyerekedet. Hát most mit választanál? Visszautasítod? Nem, nem. Hát én is szerintem ezt választanám. Jó, én azért megpróbálnám az éneket táncot. Tehát, hogy azért ez nem egyből úgy indítani, hogy tehát azért próbáljuk meg, hát ha beválik az a cím, mégiscsak mi beszéltünk róla. Brum, brum, Bruno. Tehát azért megpróbálnám az egyes variációt. Ha látnám, hogy a medva még egyszer rám kacsint, hát akkor jönne a B. És közeledne, a menekülési útvonal. Hagyjál meg. Mi a fenét tudsz csinálni? De tök jogos a kérdés. Hát itt, hát... Persze, hát városiként az ember ezt csak elképzelni. Ezt csak elképzelni. Hát illetve, bocsánat, rohadjál meg. Mire szétrújod a szőr? Hát mi van nálad futás közben vagy hajt? Mondjuk nem tudom, hogy mi a jobb, ha ez a medve fiú vagy lány. Ha lány, szerintem. Ha engem kérdezel. Ha lány. Tehát, hogy akkor már legyen egy lány. Egy medve fiú 600 kilós. A medvelány meg 400. Na jó, de ugyanúgy lehet ő is. Ugyanúgy lehet felülni. És képzel, és akkor ott még mindig van egy dolog, amivel nem számoltál. Persze, hogy jön a medve és swingerezni akar, és még hoz három medvét. Nem. Mi van akkor, ha szűz? Azért az melós. A gyerekek, óvatosan, vigyázzatok. Készen. Tényleg. Próbáljátok meg az egyes verziót, amit ír a cikk is. Nem tudom, hogy kell ezt elképzelni. Táncoljatok, énekeljet. És csináljátok úgy, hogy ne kívánjon meg benneteket ez a medve, aki egyébként a Szlovákiában van, tehát most elindult visszafelé. Ez nagyon pozitív, tehát lejött Lengyelországból, megnézett minket, nem tetszettünk neki, és elindult visszafelé, állítólag már újra Szlovákiában van, lehet, hogy megy vissza Lengyelországba. De a tánc is az ének, ezt kell megpróbálni először. Bárki találkozik. Bármilyen vele. Dal. Tessék? Bármilyen dal jöhet. A medvés. Hát most ki nem talált, hogy jobban tudjuk, szereti mert... az amúri partizánokat, mint a bunkocskát. Hey, te bunkocskát. És berág a medve, hogy ilyet te biztos már nem énekelhet. Biztos van valami, aminek jobban bejön, nem? Hát most már magyar mit énekel? Medvés dalokat tud, fülesmackot tudod, nem? Tehát ilyeneket tudsz neki énekelni, nem? Tehát ezek kellene. Én te gyöngyhajú lány, a manyiga. Hát mit tudsz neki? Mi jut eszedbe? Hát most gondolod, de ott állsz egy 600 kilós medvével a királyréten, ha néztek egymásra szembe, fogod a gyerek kezét a kezedbe, vagy vatacukor, hát azért ott hirtelen nem biztos, hogy beugrik bármi. Most figyeljetek, én elkezdtem gondolkodni most dalokon. Mondjuk én biztos, hogy Europe Final Countdown. De ne, de az a durva egyébként, hogyha belegondolsz, hogy azért ez egy sokkos helyzet. Mi van, nem jut az eszedbe semmi? Hát megkérdezem a Benit, hogy Beni mit énekel. Vagy tényleg nem jön benne ki az Omega. Érted, szereti vagy az Omegát. Csak érte, csak Omega dolog jutnak az eszedbe. A Gamma Polis vár, basszus, ez se jött be a rohadt életbe. Lengyel dal kell neki. Érted? Akkor vált az illésre. Nem tudsz mit csinálni. Mi van, ha nem jut az eszedbe semmi? Felmászol egy fára. Tud fára mászni? Igen. A medve rohadt jól mászik fára. Akkor elúszol. A hegyen? Tényleg. De... Ez az. Úszni nem tud. Aha. Mit csinál? Nagyon Vesd jó. Vesd le magad a földre, és úsz el. Egy ilyen jó kis mulcsos erdei ösvényel. Levetem magam a földre. Azt hallottam, ez... a medve nem tud úszni. Így mit van. Csinálunk? Elúszunk. Összezavarjuk. Hát akkor ezt tudod csinálni. Igen, csak az a baj egyébként, ha a legtöbb medve meglehetősen kedveli a halat. A legjobb lenne, ha nem találkoznánk ezzel a medvével. Szeretjük, kedveljük, de drukkolunk neki, hogy visszajusson oda, ahonnan jött egyébként. Lengyelországból. Jó, belvárosi programot mindenkinek erre a hétvégére. Senki nem menjen az erdőbe. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.